Szevasztok, ez a laikus, én Marosi Viktor vagyok. Ez pedig a Kódolatlan című műsorunk. Szerintem ez már a harmadik adás, és azért kódolatlan, mert minden adás alkalmával egy emberi kódot, vagy egy emberinek titulált kódot fejtünk meg. A mai kódunk pedig a következő, a hedonizmus. De előtte a hedonizmusról, a görög filozófia kétféle boldogságról beszél. A hedonizmus az életérzéki örömeinek élvezete, a másik pedig az eudaimónia, ami a boldogságnak az a formája, ami az erényes életből, a jó cselekedetek gyakorlásából, valamint a magasabb rendű ideákra való törekvésből fakad. Mi az előbbiről fogunk beszélgetni, Bíró Lajossal. A műsorban használt hangtechnikai eszközökért. Köszönet a Hangszerplázának! Kedves hölgyek, urak, a vendégünk Bíró Lajos, szervusz! Szevasztok, hogy vagytok? Mi jól vagyunk, te hogy vagy? <laughs> én mindig jól vagyok. Mit Mindig el? azt szoktam mondani, most még semmit. 11 óra. Ha, ezért, á, mindig azt szoktam mondani, én akkor is azt mondom, hogy jól vagyok, ha nem vagyok jól egyébként. Hát, mint az angolok. Igen. Ott a hát, legrosszabb az, hogy not bad. Igen. <laughs> Bíró Lajos, séf, 71 éves, meg annyi legendás magyar étterem egykori tulajdonosa, vagy jelenlegi tulajdonosa, tényleg a Bistro az megszűnt. Azért nagy fájdalom, nem? Igen, igen. Hát ugye azért, ezek mindig azért fájdalmasak egyébként, biztos, hogy másért is, de azért, igen, mert ugye azért ebbe 17-18 év munka van benne. De pedig te e -e -e arról vagy híres, hogy tovább tudsz lépni. Tehát ha haladsz tovább, mint egy a tehát sokat nem filózok rajta, igen, nem filózok rajta, nem, nem. De azért, azért az, ez az, 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 az szarul esik, érted? Tehát sok sok energia van benne. Ez olyan, mint amikor egy barátság szét megy, tudod? Tehát egy barátságban rengeteg időt és energiát veszt. Szétmész, ugye? De az is probléma. Egyébként, igen, igen. Tehát azért az ember nem azért jön össze egy nővel, vagy nősül meg, vagy valami, vagy egy komoly kapcsolatot alakít ki, hogy utána szétmenjen. Az mindig kudarc, egyébként, ha ezt nem tudod véghez vinni. Erről egy picit később még beszéljünk. Azt még el akarom neked árulni, hogy én a mai beszélgetésünket négy témakörre húznám nem. föl. Ugye azt még elmondom a kedves nézőknek, meg akik hallgatják ezt az adást, hogy bíró Lajos a hedonizmusról híres séf. Egy olyan séf, aki nek olyan könyve jelent meg például, aminek az a címe, hogy sok vagyok. Tehát önmagát is nagypofájúnak és soknak tartja. És a hedónia az mindig ki van téve azért az ablakba. A négy témánk pedig a következők, kaja, pia, nők, pénz. Akinek ezek nem tetszenek, nyilván most ne várjon többre, de a hedonizmus az valahol uh, itt foglal helyet, a négy dolog között. És uh, nem véletlen kérdeztem, mit reggelizt. Egyébként reggel, amikor reggeliztem, az volt az első kérdés, ami eszembe jutott, hogy, hogy vajon te mit reggelizhetsz? Tehát egy séf mit reggelizhet? Nézd, ma már azért az nem így, 70 az, évesen, 70 évesen már azért visszafogott a dolog egyébként. Tehát Reggelizés? Egy, Igen, igen, nekem ma már igen. igen. Tehát is ez... azt gondoltam, hogy a bulikázás visszafogott. Ö, hát, nem, nem. nem, nem. a bulizás <laughs> is visszafogott már egyébként, vagy valami, de, de úgy tudom én, 40 évesen egyébként ö, eszméletlen. Ö, 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 volt egy, volt egy barátom, akinek egyszer a fiát levittem Velencére, és följött hozzám, akkor még az Istenhegyén laktam, és akkor volt egy szép terasz, és ott kiültünk reggelizni, és azt hiszem tizenvalányféle dolog volt kirakva az asztalra, és akkor Tibike megkérdezte hogy a reggeli végén, hogy hát azt mondja, Lajos becsületesek a sök azt de maga mindig így reggelizik, mondom, fiam, én így, tudod. És akkor ott azért, ott azért volt a beluga kezdve minden volt. Tehát abban az időben olcsó jutottunk a beluga ez a Az volt igen a reggeli. Tehát a reggelinél nagyon szeretem egyébként, hogyha sokféle van kitéve, az ember tudjon belőle megézni. De ma már megoldom egy maximum 2 pirítossal és hozzá valami. De ez nem jobb, azért könnyebbnek érzed magad, nem? Nem. ezeket a dolgokat alapjából leszárom egyébként, de ezekkel különösebben nem foglalkozom vele egyébként. Az a lényeg, hogy jól érezzem magamat, hogy és, és ha, úgy érzem jól magam, hogy három tányért pörköltet meg, akkor három tányért fogok megenni, hogyha úgy érzem, hogy egyet, akkor egyet. De a reggeli, bocsánat, a reggeli témát aztán elengedjük, mert már bele a délbe, hogy vannak ezek a kontinentális reggelik, tehát a szállodákban is. És... Ezek, ezek ez, amikor ott, ott, van előttünk, és az, hogy oké, okay, ezek egy kis ilyet, egy kis ilyet, és a végén olyan hány van egész Nem, nem, ez nem, nem. Ugye nem, én nem is tudom, Hát most, most volt hétfőn a Dining Guide, és akkor ott, ott beszélgettem egy szállodai egy egy vezető emberrel, kérlek szépen egy hölgyel, és mondtam nekik, hogy igazándiból nem is értem azt, hogy miért erőlködnek annyira a szállodák, hogy hogy ét, legyen étterem a szállodában, vagy alami, tehát is ott ez nagyon jó étterem legyen, vagy alami, mert, mert, mert nem látom semmi különösebb értelmét. Legyen egy étterem, ahol van három-négy étel, meg két leves, meg egy desszert, kész, ezzel az egész. Viszont azt nem látom, hogy lenne rengeteg olyan szálloda, vagy arra törekednének, ahol eszméletlen jó reggelik vannak. Tehát azért és szerintem azt fogja meg a szálló vendéget, a többivel csak problémát csinál magának a szálloda egyébként. Több, Melyik, hogy... milyen többivel? Hát a, a, ilyen étterem van a szállodában, olyan étterem ja. van, olyan étterem van. Nem, a vendég úgy is elmegy. Tehát nem szeret a szállodába enni egyébként. Hmm. Ha, a, a, ha eszik, akkor ez egy ilyen szükségmegoldás. Az a reggel, az amit nem akar keresni. A reggelinél, reggel. figyeltem Tájföldön, Huahin mellett van egy Evazon nevű hotel, azt hiszem ebből a fajta hotelból négy van a világon, van egy Vietnámban, meg törmületes. Mi, a, mi a ab... fajta lényege? A, a, azt a, a, az egy eszméletlen reggeli volt. Tehát mi azért mentünk oda háromszor, mert, mert a hely nem volt, külön, táj, nem volt annyira különösebb, mint bármelyik lett volna tájföld, de nagyon szeretjük távol keletet. De, ezért, de azért mentem oda, mert volt japán reggeli, volt kínai reggeli, volt táj reggeli, ezen kívül volt rengeteg dolog még, vagy alami, de ezekben olyan választék volt, és olyan bőség volt, hogy, hogy elképesztő. Reggeli, de tudnál kagylót enni például? Ugye sajnos nem tudnék enni kagylót, mert nekem rákcsiga kagyló allergiám van. Ó, az hogy derül ki? hát Meg ez úgy, szarul vagy. Nem, 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 van már veszélyesebb a dolog. A, olyan, én nagyon sokat voltunk Kubába, szerintem ott... Szóval Azért is, hogy, hogy túlettem magamat a, 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 a ezekből az a osztrigából, meg a rákból, a langustából. És hogy telítődött a szervezetem, és akkor egyszer csak kiugrott ez a dolog, én fulladok, tehát bedagadok. Tehát, ez ez ugye. Igen, 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 igen. Igen, tehát nekem ez a Ezen kívül van egy kis cukrom, meg van egy kis gluténérzékenységem. Tehát a magyarizmus majd... vele járója? Hát biztos, biztos. Hát ez a mohósága az ézeg, a tüled, amikor mindent akarsz. De, látom, de a... nem bánod? hogy ezek vannak, de, de a rákot még szerette volna enni ja, sokáig igen. egyébként a gyerelemig. De hál' Istennek mondjuk, hogy az ember tud kompromisszumot kötni, Tehát azt mondom, hogy tinta halat, polipot és halakat ehetek. Uh -huh. Tehát ebbe úgy kiélem azért magamat, tudod. De hát amikor mi, mi kubába voltunk és elmentünk langusta Safarira, akkor... Még egyszer. A languszt a Tehát ez ilyen languszt, mondjuk voltunk 80, és akkor 25 vagy 30 langusztát szedtünk föl, Asza. és akkor ezt elkezdtük enni, és akkor tudod, amikor már itt, itt tolod be, és itt már jön ki. Tehát, hogy már, de, de azért toltuk ah. egyébként, van, mert az úgy nagyon jó volt. Hogy nem, és akkor ennek az lett aztán egyszer itthon a végeredménye. Akkor is abban az időben, amikor megismertem a mostani feleségemet, akkor egy-egy ilyen vacsorát mi úgy kezdtünk, akkor még ő is nagyon szeretett tenni de most már azt 6 vagy 7 éve jogázik, és teljesen átalakult a gondolkodása minden. Ez, ez milyen hatása volt a kapcsolatokra? Hogy nem eszik a Nem a joga a joga. Nézd, nekem nyugalmat hozott. Tényleg? Tehát, uh, igen. Te tehát, is hogy... jogázol vele? De, de hogy jogázom, nem, nem, nem. Tehát annál több kevesebbet se szeget. Ugye, tehát, hogy te el, el, tudja foglalni magát ezzel a dologgal, kielégül vele. Jó, nem? Mert ő megy a relaxbe, te meg egy bulikás... Uh, már nem bulizok kicsit, annyit már azért, azért. Hát a hedónia az inkább erről, vagy hedónia Igen, igen én figyelte, tehát én is, én otthon nem iszom például egyáltalán. Mm -hmm. Tehát nálam nincsen az, hogy én kinyitok egy Üvegbort, és ott elkóstolgatom, vagy valami. Feleségem nem iszik, tehát hogy szinte egyáltalán nem. Tehát egy évben, kétszer, amikor elmegyünk sielni, akkor iszik ilyen uh -huh. rumos kakaót, vagy miatt, hogy ilyen csokoládét, ezt, 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 amit ott adnak a hegyen. De ennyi az összes alkoholfogyasztása, én bulívó vagyok. Tehát, hogyha van társaság, akkor igen. Bocsánat, itt egy magyarázatra szorul az, hogy mit tegeződünk. Ez azért, ha cirka mennyi 45 év különbség van köztünk körülbelül? Hát nem, 35, 35, mert te 35 vagy, én meg 70 mondjuk, Bocs. tehát pont, tök, pont tök a jogos, igen. Nem, igen, a nem, 30 osz. az <laughs> <laughs> Na, tehát, 35. A, 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 alapból, hogy ez a, apám lehetné, de hogy azért tegeződünk, mert én mindig magázva hívtam fel Lajos, de hogy az volt, hogy egyszer csak visszategeztél. Így, így van. van. Meg én, visszategeztél. Engem a tanulók is tegeznek. De ez valami... Meg bofaltad. lehet adni a tiszteletet így is, meg úgy is. Meg. És, és lehet pofátlannak lenni magázódva ez is. Ez Tehát én nem tartom annyira fontosnak. Az életben nekem is voltak olyan emberek, akiket nem tudtam tegezni. Volt ilyen két tanárom, és a mai napig is most volt az 51 éves érettségi találkozunk, és csak úgy tudtam köszönni neki, hogy csókolom tanárul. De, ez és, így van jól, de én azt hiszem, hogy ez így van jól, igen, igen, igen. Tehát a kaját, azt nagyjából, még nem vettük le az egészet, de egy picit menjünk rá piára is, tehát mondtad, hogy már annyit nem, nem bulizol. Mit jelentett a, a buli vírólajosnak? Hát nézd, a buli, a buli, a buli, hát figyelj, voltak korszakok. Tehát amikor 20 éves voltam, akkor a buli, az azt jelentett, hogy elmentünk mondjuk a Knézis utcába a Fekete Macska bárba, ahol 24 forint vagy mennyi volt egy száraz martini, amit két szemjéggel ittam mindig, hogy játszottam az agyamat, és a izét, mert, ízét, mert, mert egy... nem tudom, mert kitaláltam tőled. Hát az ember építi föl a brandjét, tudod, és az a, imázsát. a brandjét? gondolom, Ó, akkor nem tudatosan. De, de akkor az volt, hogy én, két két szemjéggel ittam, vagy valami Tehát életemben akkor ittam először Kamparit, amit majdnem kiköptem. Tehát ugye azért ittam, a pincérekkel a akikkel elmentünk az öregekkel, azok mondták, hogy kamparit, akkor... De két hónap múlva megszerettem egyébként. Tehát, abban az időben, figyelj, minden este mentünk. Tehát abban az időben a vendéglátósoknak a nagy része egyébként, amikor vége volt a melóba, akkor belementünk az éjszakába. Azért más volt akkor az éjszaka, mint most. Tehát ez, rengeteg ez régen bár volt. Mindig jobb volt. ez igen. Én azt mondom, rengeteg bár volt egyébként, rengeteg éjszakáig nyitva tartó hely volt. Abban az időben, amikor én 40 éves voltam, 35-40 éves voltam, akkor, akkor nem inkább 30, inkább 30, ugye volt a trojka, meg volt a, ezért, nem tudom, mi volt még. Volt az Éva, vagy nem, ezek olyan helyek voltak, ahol hajnal háromig Éva, lehetett ez enni. Volt a helyneve, ez hely Igen, igen, az az Ádám söröző, az Ádám söröző, mellette volt az Éva söröző. Ugye, és ugye, az Ádám bölge. mentek a csajok? Nem, 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 nem tudom, de, de az Éva nyitva volt hajnal háromig. Ugye, mm. a, a, és akkor ott lehetett enni egyébként. Vagy utána mentél, különböző helyek voltak, ahol e, jó nevű zongoristák voltak, mm. Ugye én a Rózsaszín jártunk sokat, mert a Almási, szóval tértől, volt. Almási téren volt, kérlek szépen, és ugye a Csengeri utcában laktunk, tehát ott az nagyon közel volt. Ráadásul volt kisüveges Krónamburg, ezt a, a, nejem is szerettem, az akkori nejem is szerettem, meg én is szerettem, kérlek szépen. és dél, az a harmadik. Na. És akkor a Korodíván zongorázott, néha a Ráckati bejött, és akkor ilyen örömzene volt, vagy valami. Tehát ezeket nagyon bírtuk, ezeket a, a helyeket. Kicsit lehetett, mint a piros pipacs? Igen, igen. igen, igen. igen. És akkor hajnalban, ugye 4-5 órakor, pedig már a piac nyitottak a pecsenyések, és ezért, hát már tudtál lenni vesevelő, tudtál lenni hurkát, rántott májat, ilyen ezeket, és akkor meg megreggeliztél, és akkor reggel hat, fél év hazamentél, és akkor délután négyre mentél dolgozni. A sose zavart egyébként a bulizás után, hogy veled együtt kell a nap? Vagy hát te nem, te nem, nem. le, hanem nem. mész bele a reggelbe. Nem, nem zavart, nem, nem. nem Soha nem, nem. foglalkoztam, hanem nem. Én szerettem az éjszakát, tehát ezt nagyon szerettem. A, a PR-ról annyit egy interjúban elmondtad egyszer, hogy, a, hogy reggel azzal kezdődött, hogy két sör. Vagy Jó, de az, a, az, a, az, az, a, az, az, a az nagyon az a kezdete az volt. az, az, az nagyon a kezdetek a 20 évesen, ugye? Igen, mert akkor, akkor sokat ittam tényleg. Tehát, hogy effektívan, vagy nem is, hogy sokat, de, de ilyen, a, ugye azt szokták mondani, nem az az alkoholista, aki rengeteget iszik, hanem aki minden nap ugyanannyit iszik, mm -hmm. vagy valami. Tehát ez a rendszeres... Hát, ez, ez nem volt valamennyi. Pontosan, nekem úgy indult mindig a nap, hogy kettős Tehát akkor alkesz volt az Hát tehát. mondjuk kezd, kialakult alk alkoholizmusom volt, vagy e... kezdődő, kezdődő mondjuk Aha. vagy alem. És erre rájöttél egyszer, hogy ez nem oké, okay, és abban. Nem, mert... nem jöttem rá, hanem tiszta ilyen, ilyen mondjuk, hogy herpeszes lett a testem, tehát ilyen kiütéses, vagy és akkor elmentem orvosod, és akkor ilyen, ilyen alkoholallergia, vagy mit tudom. Ah, akkor... az mondjuk, milyen jó. I jobb, egyébként igen, igen, igen. És akkor is, akkor találkoztam a első feleségemmel, akivel egy középiskolába jártam egyébként, és akkor effektíve ő kihúzott ebből a, csávából, csávából, megint elkezdtem a kocsmák helyett inkább színházba járni, és, ezért, és akkor, és akkor már nem, nem, voltak ezek a nagy bulizások. Tehát nem volt ilyen rendszeres vagy Azt hogy kell képzelni egyébként, most, hogy akkor találkoztál az, az első feleségeddel, ezt hogy kell elképzelni? Hát hogy középiskolában, nem? középiskolában nem volt túl nagy kapcsolat köztünk, hiszem egyszer azt hiszem egyszer lehet, hogy nyakon vágtam, vagy valamit, tehát ilyen nagy vita közben, vagy valamit. az ilyen, tehát, de, de, nem, hát ez de gyerekek voltunk, ilyen. vagy ezért, diákok, tehát ezért a és akkor valamit ott beszólt, aztán így reagáltam. Hát ennyi volt a kapcsolat köztünk, hát nem is szeretett úgy különösebben, és akkor összefutottam vele az utcán véletlenül, és akkor beszélgettünk egy kicsiket, vagy és utána fölhívtam, és akkor ő meghajlandó volt velem találkozni, és akkor kialakult egy kapcsolat, aminek házasság lett a vége. Ez volt az első. Ez volt az első. És ugye azt lehet tudni, hogy egyik házasságból gyakorlatilag átugrottál következő. Mindig igen, nekem kell mindig ez, egy. De ez igen. azért volt, mert, mert bocsánat a kifejezése, ez létezik ez a kifejezés, hogy ment a faszod, vagy azért Nem. ment, azért Nem. volt, mert egész egyszerűen az vége lett, és már rögtön jött Nem, életlen, nekem legyen. kell egy stabilitás mögöttem. Tehát az borzasztó rossz dolog egyébként, hogy hazamész és nincs otthon senki. Az, az engem zavar. Tehát én nem szeretek úgy egyedül lenni. Nagyon szeretek egyedül lenni, ha tudom, hogy a másik szobában ott van valaki. Tehát az, az, az nem nem magányt? Nem, nem, nem. nem, nem. Fáj a magány? Nagyon. Igen, nagyon, nagyon. Milyen vagy magányosan? Hát, a rád, sarokban, nagyon... hát Nem, azt vagy. Hogy nem szoktam, az sírni nem szoktam az de, de nem, 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 hát olyankor nem. Nem, nem tudom, az nem egy jó dolog, hogyha nem tartozol senkihez. Hát, Tehát, hogy valakihez tartozni, az egy jó dolog szerintem. Az a egy jó érzés. Is így a családdal is így vagyok, igen, 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 Nem vagyok egy jó családapa, tehát ez, vagy, ezek, vagy, meg nem vagyok egy jó férj. Tehát ez, ez Milyen a jó vagy... apa és a jó férj? Hát, hogy sokat van a családdal egyébként. Te de az, ez, a... hogy önmagában jó, hogy sokat vagy, ez nem biztos. Ő, és ha foglalkozol vedes, igen, 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 igen. Hát ez egy, igen, igen. Tehát azért kell velük lenni egyébként. Szóval azt azért látom. Tehát a, 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 mostani feleségem ugye öf, öf, mindig azt mondja, hogy a Hédi egy eszfeletlen okos csaj. Érlek szépen, ugye... Hát ugye a, a fiatalabb haron... bocsánat, csak érdekel. A ja, persze, húsz éve. <laughs> <laughs> Igen. De, de ez, nem, ez, ez, nem, egy, ez de nem, egy, olyan nagy dolog. Tehát, hogy okay, mindenki, hát mindenki azt lehet, hiszi, az... hogy ez, ez, ez olyan nagy dolog, nem. Ehhez ugyanúgy hozzá lehet szokni. Tehát ez egy szokás. Én hozzászoktam, hogy nekem 20 éve fiatalabb a nejem Tehát most ennyi. Sokan azt mondták, Hú, hogy nem, 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 nem egy olyan nagy dolog. Tehát ugyanúgy megszoksz mindent. Hát hozzászoksz, hogy egy fiatalabb, ropogósabb, kicsit is kész ennyi. De nem, nem egy akkora szám egy nem a fiatalság. A, amikor új feleséged lett, nem kerested sose benne az előző feleség jó nem nem, 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 nem. Tehát hogy az előző feleség, a, a, hál' Istennek ugye én nem, nem az a fajta voltam, aki elvártam, és akkor mindig egy hasonlót banyultam bele vagy valami, hanem mindig egy teljesen más fajta, és mindegyiktől sokat kaptam egyébként, tehát mindegyiktől kaptam valamit, val val mindegyiktől mást. Szeretsz kísérletezni? Nem. Mert azt azért kérdezem, mert ugye a Múzeumbisztróban az, az arról is híres... Szakmailag íres, hogy... igen, a magánéletben nem. Ja, bocsánat, oké, okay. tehát a kettőt akkor teljesen kizáró. Teljesen külön. Nem függ össze, nem hat egymásra a kettő? A kettő úgy hat egymásra, hogy az rendkívül fontos, ha, ha, ha egy ilyen szakmaőrült vagy tudod egy ilyen be, belemész ebbe az egészbe, akkor az rendkívül jó egyébként, hogyha ha egy olyan háttered van, ami stabilitást ad, mert akkor az energiának a nagyon sok részét csak a szakmába tudod belerakni, Aha. érted? Ha nem, és akkor a, és a, a rengeteg probléma, meg minden, az rengeteg energiádat elveszi. Uh -huh. Tehát igazándiból a sikeres emberek mögött mindig nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott család van. Ezt így gondolod egyébként? Igen, igen, én így gondolom, azt hiszem. Van egy híres magyar showman, mivel nem hatalmazott fel róla, hogy elmondjam ki ő, Elmondom a sztoriát, hogy egy kis festközeli közeli faluban él, és amikor nagyon ment neki a show, lehet, hogy mai napig egyébként így van, mai napig só men, a családnak bérelt egy másik házat a ház mellett, uh -huh. hogy tudjon alkotni. Kreatív maradni, igen. Szerinted ez jó vagy rossz? Hogy ez, ez hát, hogyha neki, neki bejött, akkor neki jó. Érted? Tehát ugye Svédországban van egy mondás egyébként, és azt viszont, ugye, azt, azt egy pici részét megéreztem. Tehát azt mondják, hogy amikor, hogy, hogy nem házas, összeházasodnak, de nem költöznek össze, hanem az a mondás, hogy legyünk vendégek egymás házába vagy lakásába. Na, erről mi a vélemény? Ez tetszik. nagyon jó ez, jó, ez jó. ez rohadt jó egyébként. Tehát nekem a mostani feleségemet, amikor megismertem, akkor volt egy ilyen fél öt amikor ő lakott a Városmajor utcában a szüleivel, én pedig laktam édesanyáméknál Értligeten. A mostani feleséged? Igen, igen, igen. De hány évesek voltatok? Hát ő volt 20 év, meg 40. Ja, és 40 évesen a szüleidnél... Ö... Hát akkor megint elváltam, és akkor megint oda, valahova kellett menni, tudod, tehát én mindig volt... És ott mindig, hagyt. mindig visszakaszolt mindig... az élet a szülőkhöz. Hát ha hova mentem volna, hát egy darabig, amíg helyre nem jöttem, akkor megint tudod, tehát ott meg volt a szobám, meg a helyzet, tehát különben mindig ott hagytam mindent, úgyhogy De ez elképesztő. a seggel jöttem el. Jöttem. Ez elképesztő egyébként, ez, 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 egyébként nagyon nagy tiszteletet vált ki, legalábbis De. belőlem biztos, hogy, hogy úgy jöttél el minden házasságból, hogy semmit nem, tehát nem feleztetek, nem, nem porcióztatok, hanem nem, ott hagytál minden. Igen, ezt mi ezt, egy már e, e hülyeségnek ezt. tartom egyébként, igen. igen. Azt érezted, hogy mindegyiket te el? Abszolút, igen, igen. igen. Hát a végeredmény, én ma már ugye az ember bölcsebb. Ma már úgy gondolom, hogy egy kapcsolat, tök mindegy, hogy miért megy szét vagy valami, abban 50-50 kal van benne mindegyik. Igen. De effektíve de ugye a, a, nekem, nekem ugye a csajozás miatt mentek szét a kapcsolatok, érted? És mivel hogy ilyen, úgy látszik, ilyen szerelmes típus vagyok, vagy mit tudom én, tudod? Hát de a csak, addig, csak addig csajozgattam, amíg az egyikbe beleestem, tudod, és a koronától kezdve. tudod, akkor, amikor a csajozásnál, tudod, amikor a, vannak ezek a légyottok, és akkor utána ott maradsz még, és két óra múlva szívesen beszélgetsz ott el kell gondolkodni, mert ott baj lesz. Uh -huh. Tehát, hogyha nem csak magáról a, a, a sima szexualitásról van szó. És addig nyugodt vagy, amíg csak a szexualitásról van szó? Aztán is nyugodt vagyok. <laughs> Érdekes, hogy megfigyeltem, hogy nem, nem ez gyűrűt. Nem, nem, nem. nem, nem. Képzeled, rajtam sincs most. Nem, de tegnap nem, volt, de, de, és ma szarul éreztem magam, amikor elindultam, hogy nem volt rajtam. De kem, nekem engem nem, nem, nem. nem, nem, nem. Megvan nem. Meg egyébként, ö, ö, f, 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 otthon van egyébként egy ilyen kis, kis új gyűrű, egy ilyen kis brill, kis új gyűrű. A feleségem az hordja, de hát ő ilyen ékszer, imádja az ékszereket. Igen, de te főzöl. Bocsánat, közben nem azért. Ő... Nem Néha rápillantok erre, de most véletlenül lezártam. Gábor, mi a kódja ennek? Csak mond a kódot. Nem akarod, hogy ez kimenjen? Kérek, akkor az új adat hozzá. Mert hogy ez már új lenyomatos. Köszi. De nem engedem, hogy kizökkentsen. Köszi, köszi. Jó van, de ne. Hát hozzáértem azt, ezek mindenre reagálnak ezek a szarok. Szóval, teh tehát, tehát, hogy a maga az égszer zavar, vagy egyszerűen a függetlenség érzése? Nem foglalkozok zemény. én ilyen, nem, 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 nem nincsenek ilyen nézem hogy, tehát ha lenne rajtam egy gyűrű, akkor is ugyanúgy csajoznék, tehát nem, nem. De ezt tényleg a feleségeit ezt, ezt, ezt tudták, vagy most tudják? Hát remélem, hogy nem tudják, hát most nem csajozok már, ugye, tehát ugye. Ja, most nagyon, nagyon jelen időben mondtad. É, nem, hát mióta az utolsó kapcsolatom van, onnantól kezdve azért már úgy leálltam. Aha. És akkor ez most hány évet tart? bocsánat? Hát ez most én is meglepődtem rajta egyébként, hogy már addig, amíg a Hédinek élt a nagymamája, mindig ő figyelt, hogy mikor van a házassági évfordulónk. És ő nem figyelte se tehát mi Jó, nem foglalkoztunk ezzel. Igen, és akkor ezért baj, és akkor mindig a, a dédi mondta, hogy hát ja, a gyerekek a már tizedikével, és akkor most meghalt egy pár éve a dédi, és akkor a, a, most tizedük, hogy valahogy nem tudom, hogy jött elő, vagy hogy már 25 éve együtt vagyunk. 26 éve vagyunk házasok. Egy picit még menjünk vissza a családra, ugye a jó apa, jó férj szerepkör. Van egy barátom, aki azt mondta, hogy amikor elvált, akkor lett igazán minőségi kapcsolat a gyerekeivel. Mert... Az elsőnél nekem is. És a másodiknál? A másodiknál ugye most, hogy ez a, a együtt élünk, tehát azért a Dani, a Dani rengeteget kapott belőlem. azért. Érted? Uh -huh. a, amikor, úgy, amikor úgy alakult a dolog egyébként, hogy nem, esetleg a Hédi úgy érezte, akkor ö, ö, leült velem beszélgetni. Tehát, hogy... Tehát, ugye, amikor, mit tudom, én július közepén még egy vagy két hétvégét voltam otthon, mert addig minden hétvégén mentem motorozni, akkor azért szólt. Uh -huh. Oké, okay. de nem volt benne, de, de nagyon okosan csinálta. Tehát, hogy nem így utólag mindig rájövök, hogy mennyire okos egyébként, ugye, hogy, hogy nem csinált bal hét vagy valami, hanem azt mondta, hogy, bent figyelj, van azért egy feleséged is azt mondja, de hát mondjuk ez, ez, egy dolog, de hát mégiscsak van egy kisgyerekünk, gyerekünk, uh -huh. akivel azért kellene, hogy legyél vagy valami, és akkor mondta, hogy akkor most menjél el, mert már ez meg van beszélve a haverokkal, vagy a kapon mentünk a karcsival tíz napra a fekete erdőre, és akkor ezért, ugye, és akkor ez, azért ez a fekete erdei menetel azért ez így így, 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 zajlott le azért, tehát azért, hogy nem tudom, csütörtökön délután hazamentem, és akkor ott elkezdtem pakolni a motort, kinézett a, az ablakon, és akkor mondja, hogy utazgatunk, utazgatunk. Mondom, hát mondom, elmegyünk a fekete erdőbe. három napra mondom, nem, hát mondom, tízre mondom, hát mondom. És azt és mikor akartad megmondani, hát hogy hónap reggel mentek. Hát mondom, most, hogyha bepakoltam, utána akartam megmondani. És akkor jött ez az ominózus beszélgetés, amikor azt mondta, hogy jó, oké, menjél le, de akkor utána egyezünk meg abba, hogy mit, egy hónapot velünk vagy. Aha. És akkor, akkor ilyenkor azért az ember elgondolkodik, tudod? Tehát rájössz egyébként, hogy nem vagy te egy csoda, vagy valami, hanem valamit tenni is kell azért, hogy, hogy ez a kapcsolat, szeressenek, mert, a kapcsolat szeressenek, a kapcsolatban. kapcsolat fiam meg, ez, és akkor csak egy hónapig otthon voltam, és akkor mm -hmm. utána, utána De a sokkal, és akutána kialakítottuk. nem volt amikor mentél, és motoron nem, ültél, nem, nem amikor és, a Én tudom, nagyon sokan tehát letámadtak egyébként már többször egyébként, tehát különböző megjegyzéseim után. Vagy hallom, hogy amikor mondták, hogy mi a fontos nekem, és akkor mit tudom 40-50 évesen, amikor volt egy ilyen riport, vagy valami, vagy akármi, akkor mondtam, hogy nálam első a szakma, második a motor, harmadik uh -huh. a család. Hát ezen kiborultak emberek. Hogy hogy lehetek Tényleg egy így ilyen? Igen, de most azért már megfordult a dolog. Most Aha. a család följött a második helyre, és a motor van a harmadik helyen. Úgyhogy. És de ettől még egészséges életet tudsz élni, úgy érzem. Abszolút, én igen, úgy érzem. Tehát, uh -huh. hogyha... Ha Tehát ha nem ezt, nem akkor, ezt akkor tudnád meg egyébként, hogyha, mit tudom, hogy most utána csinálnám majd egy riportot a fiammal, és ah, akkor fogalmazom, hogy mit fog mondani, vagy valami, érted? Megadod a számát? Fessék, Megadod a megadom, számát. igen, persze, és, okay. akkor és akkor, de én azt hiszem, hogy a rohadt jó kapcsolatunk van. És azt hiszem, hogy nagyon bensőséges is. Egyébként a lányomat én kérdeztem, ugye, amikor azért mégis ott hagytam, olyan 7 vagy 8 éves korában, hogy, és ott viszont tényleg úgy volt, hogy ami után eljöttem, utána foglalkoztam tényleg sokat a, a gyerekkel. Tehát, hogy figyeltem arra, hogy a hétvégéken együtt legyünk. De Ez lehet a furdalás. Abszolút így van, is. abszolút egy. Tehát, figyelj, tehát a vállás az a világ legborzalmasabb, legszarabb dolga. Uh -huh. Én ezt mindenkinek ezt mondom. A mai nap, pont én, ugye. Hogyha a szakmába találkozok fiatalokkal, akikkel elég jó kapcsolatom van, azért szintén van egy-kettő egyébként, akit persze nem nevezünk meg, vagy valami, de, de, de egy-kettő olyan srác egyébként, akinek megmentettem effektív a házasságát, mm -hmm. vagy alami, mert elmagyaráztam nekik, hogy inkább tessék megbeszélni a problémát és kompromisszumot kötni, mint szétmenni. Mert amikor én legelőször váltam, akkor így kimondtam, hogy hát akkor, hát és akkor de mi lesz. De nem volt gyerek, ne, ugye? De volt. Vagy ott, ott volt Ott Az elsőből van, és az utolsóból van. És akkor mondtam, hogy ott elválunk. És, és az, az borzasztó, hogy milyen könnyen kimondja az mm -hmm. ember. De amikor belementem a vállásba, a, 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 az, hogy este nem tudtad megsimogatni a gyerekednek Azt a fejét, vagy valami, az bizony az volt. Tehát az nagyon pokol volt. Akkor nagyon, nagyon sokat sírtam esténként, mikor mentem haza, akkor aztán szentendrén béreltem az új csalja, a lakást, és az izétés, az van, az ez nagyon ez megviselt. Hogy tudtad átmenteni magadat egy másik kapcsolatban ilyen összetörten? Hát ez egy tör... nagy törés. Igen, nagy törés, vagy elemi, de már akkor nagyon boldog voltam, tudod, ennyi. A boldogság az elviszi ezeket ja, az, a az az dolgokat. az felülmúlt a... Abszolút, igen. De amikor így né, néha előjönnek ezek a dolgok, de olyankor mindig a... Ugye itt mindig az a probléma, én azt hiszem egyébként, ilyen kurva jó házassági tanácsadó tudok már lenni egyébként, hanem hát ugye, figyelj, hogy, majd hogy időskorodra fontosan így érkelek szépen, hogy, hogy a, 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 probléma, a probléma mindig ott van egyébként, tudod, hogy, hogy meg tudjátok-e beszélni a problémákat, vagy nem tudjátok megbeszélni a problémákat. Mm. És hogy meg tudod beszélni a problémákat, akkor inkább kompromisszumot kell kötni. Tehát én manap, ma azt mondom bárkinek egyébként, hogy addig, amíg...

ha nem tartják rám a kapcsolatot, nem az megvan, egy dolog, megvan a hogy nem köszönnek. Úgy, hogyha meglátnak, akkor átmennek a másik oldalra. De hát ilyen de, nincs. De van, de hát nekem van. És van. nem mész a másik oldalra? Hát, hogy hello, hát basszus azért valamit. Nem. hát mert hát túl vagyok. Ad menjen, nem, nem. Az legyen az ő problémája, hmm. nem. Hát túl tettem magam. Nem bánt. Hát, rosszul esik egy kicsit, de, de, de ugye, ami bánt érted például, hogy ez -e a ugye a, a, a Volt például együtt motorozunk, vagy együtt járunk azért sörözni, vagy valami, tehát ugye egy, társaságba társaságban úgy benne vagyunk. az más kérdés, hogy megbeszéltük, hogy a társaság se hozhatja föl a témát, tehát ezért, és én, én se, meg ő se. Tehát én nem kérdezem meg, hogy hogy van, ő meg nem mondja. Tehát ezáltal ez a, ez a, ez a, ez a téma így megszűnt egyébként. Úgyhogy és akkor, de nekem az, az, például jobban bánt egyébként, mint hogy nem köszönöm, hogy annak idején, 19 1981-82-ben Leverkusenbe kint voltunk, és ott a, a, az akkori sógorom, az ott dolgozott a Bayer művekben, és annak volt egy ilyen mintaboltja, ahol egy eszméletlen jó minőségű, de azóta se találtam sajnos olyat, Flottír nem vettünk, négyet. Frotír. Ez ma már azért nem, a nem de, a de, de nem, 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 de rohat jó. Tehát ez nem olyan frotír, mint az a frottir volt, véletlen eszméletlen jó. És kérlek szépen, mikor elváltunk, ugye, akkor csak kettőt adott oda belőle, mert mondta, hogy a másik kettő kell neki. Pedig nem is használtam már csak szerintem azért egy bosszancsó jellemi. És a mai napig is abban alszom. Tényleg? A mai napig is abban alszom, huszonvalány éve. És mindig mondom a a sógornak, hogy biztos, hogy megvan neki otthon hogy hozd de, hozd de. Tehát a ágynemű jobban hiányzik, mint hogy köszön vagy nem köszön. De ez tényleg egy pont lehet, mert ezt láttam Abszolút, Már megint lezártam ezt a Na minden, most már, most, már, emlékszem mindenre, amit ne. kérdezni. beszéljünk egy picit akkor a Bog mert az elején csak meg, megpendítettük, az szintén egy ilyen fájó pont lehet, de mielőtt a Bob Bistro rátérünk, az egy kicsit csak felsorolásszerűen, hogy miért is vett olyan híres sév. Én nagyon sokáig nem, nem, is figyeltem, tehát az, amit a sportot se követtem, ezért így nagyon, van nagy dolgok, amiket nem követsz egész egyszerűen, Abszolút. Azért, gasztrómiát se, szeretek jókat enni, de igazából nem követtem, hogy milyen sév, meg konyhafőnök, meg ilyen olyan valóság sok vannak, amik meg fördőzzé, meg nem tudom kik. Ezáltal téged se ismertem, a Bob ismertem. Már csak azért nem mindig ott mentem el az ajta előtt, de sose ott. De a kérdés az, hogy, hogy az, hogy te híres séf lettél abban, mi volt a, hogy mi mi az a pont, ahol te azzá váltál? Mitől váltál azzá? Hát, nem Mitől tudom. váltál azzá bíró? hát ez az a bírója, az, mindenki így ismer. Ez a celebítás hülyesség egyébként, ugye? Tehát, te celeb vagy, séfcelem? Nem. nem, azt hiszem, hogy nem. Legalábbis remélem, hogy nem. Ismert lettem. Kérdeznek téged, figyel... és számít a véleményed. Az igen, igen, figyelj, de 2000-ben ismertem meg a kis Jánost, ez egy amerikai Séf ugye a helyetnek volt az assistant vice presidentje, nagyon nagy ember odakint egyébként a szakmába, vagy valami, itthon nem kapta meg azt a odafigyelést, vagy azt a tiszteletet, amit, amit ő elvárt egyébként. De hát így van, mondtam neki Jancsi, hogy én Amerikában, engem Amerikában nem ismernek, vagy téged, meg itthon nem ismernek annyira, vagy a, tehát ez az, hogy ő mondta nekem annak idén, mikor megismertem, a mai napig is, tíz évvel öregebb nálam egyébként. Ö, és ugye mindent előrevetít, hogy mi fog az elkövetkező tíz évben történni velem, azok történnek egyébként majdnem mint vele. Tehát ezek, ezek tökéletes. Neki csak azért is, tudja, mert, mert hasonló a céleted. Hasonló, a igen, minden, igen. A, a kis 25 éve fiatal a feleségem. Tehát minden, úgy arra minden stimmel egyébként. És kérlek szépen, és akkor ő mondta nekem ezt, amikor megismerte, és akkor azt mondta nekem, hogy ilyen kicsit lekezelő stílusban szokott beszélni, ma már nem, de akkor még igen, egyébként egy nagyon jó szívű, csak meg kell ismerni, hozzá kell kerülni hozzá, hogy te azt mondja, azt hiszem, hogy azt hiszed, hogy te ugye híres vagy, vagy ismert vagy. Mondom, Jancs, az azért csak tudják, hogy ki csinálja a kávéházat ki, a séfot velem, azt mondja. És hány cikk jelenik meg rólad havonta? Mondom, figyelj, évente kettő, három vagy négy, de nem is kellene, hogy több megjelenjen, mert nem szeretném, vagy valami. És az El, arca. Elkopik az arca, az arc, jelenleg. Azt mondta, akkor te egy kis senki vagy a Ha még nem jelenik meg rólad havonta legalább egy cikk, vagy valami hír, vagy valami, ezt akkor... Is, akkor azért és... vagyunk most itt, mert én egy, egy, egy hónappal ezelőtt de láttam el. Lehet, 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 nem. És akkor csak megfordult, és mondjuk ott hagyott, nem hagyott ott, de beszélgetett más, egy társaságban voltunk. És hát mondom, azt a rohadt életben mondom, azért veleset Nagyon rosszul esett. Lehet, ahogy ezt úgy levezette, vagy alap, és kérlek szépen. De hogy... hány éves voltál ekkor? Hát akkor 40. 40. Legyen, és akkor még az egó működik. Apa, most is. De akkor, ezért és akkor, és akkor és akkor fölhívtam az újságról ismerősöket, a gyerekek, akkor írhattok rólam. Így. És, akkor, és akkor elindult, akkor indult el ez a szuvid, tehát akkor indult el ez a 95 környéken, ez a időzelbetett, vagy 98 környéken ez a gasztroforradalom. Ez hozta magával a kíváncsiságukat, mert az, hogy írhattok rólam, az egy... Dolog, igen, persze, igen, 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 igen. igen és jó riportalany vagyok, tudod? Tehát, hogy, ah, hogy de, de ezért, tudod, hogy tehát abban az időben a szakácsoknak a nagy része nyögött. Tehát, hogyha val valamit kell... kellett... De... neked de, de nagyon de, de jó, hogy a történetmesélés. Egyébként abban sose gondolkodtál, -e, hogy valami ahhoz közelebb itt ö, szakmát választ? Nem, nem, soha nem gondoltam. Most mondok, Én mondok nem egy nagyon patetikusat egyébként. A történetmesélés olyan, mint hogyha a séf vagy a főzésbe vinnéd bele a történetmesélést. Ez, ez nagyon sziruposnak, meg nagyon szarul hangzik, ezt elhiszem. De egy picit olyan nekem, mint hogyha ahogyan szeretsz történetet mesélni, meg ahogyan habzod az életet, azt így mind bele, beletolod a kajába. Így van, abszolút. És azt mondod, hogy így van. Gyerekek, vegyétek és egyétek. Így van egyébként, igen, igen. Ezek jó dolgok egyébként. Tehát én ezeket élvezem. Tehát tudok egy ételről is beszélni, fél órát is. Tehát, sem, tehát megvan mindennek a, az egésze. Hát a nejem mondja mindig azt, hogy kicsit színezve van a dolog, de, de, mindig, a, mindig a sztori, ahogy hozza az egészet, akkor úgy, hogy kicsit alakítasz rajta. Soha de. nem hazudok, mindig meg lehet, fog, meg lehet nézni, tehát nem tudnak megfogni, hogy mellé beszélek. Ugye ezért is van aránylag elég sok ilyen időzőbetett konfliktusom, tehát hogy én már nem figyelek arra, hogy most, hogy most ezt kimondhatom, vagy nem, és akkor alapjában ilyen beképzeltnek látszom egyébként, nem hiszem, hogy beképzelt vagyok, talán egy kicsit... De ez a... nem lehet, hogy a, annak az embernek a, a, a világlátásával tűnhez csak beképzeltnek, aki, aki, így aki nem, nem így van, Aki valahogy pont nincs Pontosan, jól. Igen, 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 Szerintem igen. Szerintem igen. M mert valahogy nem tudom. Kicsit tehát, a megérzem, meg vannak Én megérzem a beképzelt Én meg 30 év azt, azt ízlom, hogy jól érzem magam. Igen. Tehát most, és akkor sokszor, 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 és azt mondom, hogy jól vagyok. Egyébként érted, tehát, hogy, hogy, és ez úgy látszik, sokakat frusztrál egyébként. Tehát, hogy, és én tényleg jól érzem magam. Tehát most nem tehetek róla, érted? Tehát nem, nem, fogok hazudni, hogy, hogy mostan együtt érezzenek velem, vagy valami. Nem, mert az az milyen az életben? Tehát az irítség soha nem voltam Nem, nem, nem voltam irítségre senkire. Nem. F -f -f az, az, azért azt a csőrömet, hogyha valaki úgy, 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 jutott valamihez, hogy nem érdemelte, nem érdemelte meg, meg. Tehát, meg, tehát a... csak, hogy de, be, de, de alapjában az én ismeretségi körömben egyébként mindenki megdolgozik a sikerért. Tehát sikeres, valamilyen szinten sikeres ismerőseim vannak, sikeres kollégáim vannak, sikeres akármik vannak, kérlek szépen, de azt mindig, mindig megdolgoztak érte. Uh -huh. Tehát most mondok egy nagyon egyszerű dolgot, van, van egy üzlettársam is, és ugye együtt dolgozunk ezért a Kálmánnal a, a, a kisbíróba, ugye aki, aki, egy közgazdász egyébként, ugye, és aki, aki elment sajtkészítőnek és most sok nagy változások az életben, hát egy ilyen tíz éve körülbelül. de összes éves éves volt akkor? hát most ő 50, az is 40 körül volt. és eléjét és és, és rohad sokat nálózik. tehát hogy, és és sikeres lett a, a sajt készítésben is, érted? tehát hogy nem nem úgy lett izé, hogy hú ezért, tehát, hogy a vászói sajt az egy ilyen fú gyerekek, hogy mit? Sem, nem. A, én tudom, hogy mennyit gurizett érte, és a mai nap is hm. gurizik érte, Vagyar, mert nekem ilyen kapcsolataim vannak. Tehát, hogy, és, és ezáltal nem vagyok rá ér, így, mert megmondom őszintén, egyáltalán nem irigyelem, hogy minden reggel bemegy a sajtüzembe, és mint a 60 gurig a sajtot megemelés, akkor áttörli. És ezt minden nap meg kell, hogy csinálja, érted? Sévként volt olyan az értedben, hogy megálltál egy kereszteződésnél, mert van volna jobbra és balra teljesen más csinálni, és, és nem tetted meg, és megbántad? Figyelj, de az, hogy választanom kellett, olyan nem volt. Ez mindig egyértelmű volt, hogy te ö, séf leszel? Nem, nem, nem. Ahoz, az, hogy fosz. séf leszek? Ö, nem, nem, egyáltalán nem volt az. Nem, nem, nem. Én először, fel, először leraktam a, a Ugye én technikumot végeztem, ahol, ahol utána ilyen fél éves, vagy már éves ilyen gyakorlatot kellett csinálni, és akkor újra kellett vizsgázni szakmailag is, vagy nem. Akkor először leraktam a szakácsvizsgát, utána a felszolgáló vizsgát, de mivel láttam, hogy a pénz az a felszolgálóknál van egyébként, főleg abban az időben, vagy valami, mm -hmm. ezáltal gyorsan kimentem a konyháról egyébként, tehát nem fogok én ott megdögleni, érted? És ja, ötlet, csörgették a lóvét. Csörgették a lóvét, ah. igen, és az, az, az nekem nagyon tetszett. És Mi volt szeretem, te felszolgáló is? Hogy az Isten, 1976-ig. Aha. Az, akkor, mentem, igen, akkor mentem a követségre. Igen. Szóval az éttermekre egy nagyon picit visszatérve, ö, aztán elmegyünk a következő témákra, a pénzre, ami elvileg a negyedik és az utolsó téma. A, ö, a négy étterm, vagy nem négy, most nem tudom pontosan mennyi, de ugye volt az első kínai Az étterem első volt a kínai igen. A a a vörös sárkán, igen, ottan sétáltam. voltam. Ö, <laughs> Azt tudjuk, hogy az angol nagykövetsége, vagy amerika a amerikai nagykövetsége, amerika utána meg kínai, főzni. főzni. így van. Akkor utána a, ugye volt a kínai, a kínai, a vörös sárkány, vagy a Kassai Gyuri volt az üzletvezető. És a menedzser, tehát ő intézte ezt az egészet egyébként, neki volt köszönhető, hogy, hogy az alapanyagot be tudtuk szerezni, vagy valami, mert abban az időben azért valóta kontingens kellett rá szerezni, azért nem volt az olyan egyszerű az 80-as évek elején, uh -huh. hogy, hogy mit milyen olyan 5 millió forint értékű. Te láttál abban perspektívát, hogy kínai étterem a 80-as években Magyarországon? Csak, na mi na volt látta, abban a figyel, szexi? Figyelj, figyel. Ugye, hogy ne láttam volna, amikor abban az időben én a kínaival feküdtem és keltem. Az egy dolog, de itthon Magyarországon persze. a rántott húshoz meg a sűrklubja szültek Na Akkor az ember, már nem? Európában azért működött egy kicsit a kínai vagy valami, tehát igen, láttam benne egyébként, vagy valami. De azt hiszem inkább a Gyuri látott benne, én akkor inkább csak ilyen az elején kiszolgáló emberke voltam. Uh -huh. Jó, és sok mindenben beleszóltam, Ö, időzzel betélve, ö, ha nem értem el a célomat, akkor meg, megzsaroltam a gyurit, hogy akkor itt hagyom, vagy valami. Tehát nem voltam jó alkalmazott. Tehát ezt azért hozzá. Voltak olyan konfliktusaid, amik sosem oldottak fel? Nem, nem, nem. Te oldott fel, vagy együtt oldjátok fel? Na, figyelj, Nálam úgy működik a dolog, ami sajnos, ma, ma, már egy kicsit ennél szolidabb vagyok, de azért régen én neki mentem bárkinek egyébként, érted, és nem érdekelt, hogy mi a következménye, a valami, majd eltelt egy negyed óra, és utána oda mentem, és szavaz, hogy vagy, mint valami, és akkor csak csodálkoztam, hogy miért nem akar velem beszélni, érted, a valami. Tehát nálam a, az üvöltözéssel és a, a harccal az, az hogy az, azt, nagyon szerettem, hogyha ha, addig mentem a vitával, imádtam vitatkozni, amíg be nem daráltam, és akkor, és legfeljebb, de aztán rájöttem, hogy sokszor nem tudtam meggyőzni azért őket, csak inkább rám hagyták, Nagyon nem tudod, úgyhogy, az ez, 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 ez nehéz időszak volt uh -huh. egyébként, úgyhogy, de, de nem foglalkoztam vele. Szóval vissza az éttermekre, Vörös sárkány, aztán jöttek a... Aztán jött a Utána utána én kimentem, a 88-89-ben akkor bezárta a Vörösökken egy fél évre és akkor, terveztem meg életem első konyháját. Ráadásul egy távol-keleti konyhát, ahol... otthoni konyhát? Nem, 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 az étteremben. Az étteremben, ugye akkor alakítottunk egy, egy új Egy séf mit csinál egyébként azon felül, hogy főzi? most tök jó, hogy elmondod, hogy a tervezed a konyhát. Rengeteg, rengeteg mindent egyébként. Csapatot épít, stílust az étteremnek, tehát a konyha adja a stílust az étteremnek az egyik részébe. Tehát egy meleg konyhás üzletben mindig a konyha a lényeg egyébként. Most már változik a dolog, tehát most egy kicsikét megváltozott a dolog, de akkor mindenféleképpen a konyha a stílust vagy a Utána ugyan, jött a múzeum és Igen, akkor ezt megcsináltuk, ezt a ízét, ezt a, azt a fél évig zárultam, és akkor kikerültem Ausztriába. Aha. Kimentem egy volt osztálytársamhoz az Ottohoz dolgozni, Bad -ba. ez Bádem mellett, mellett, van, és ott találkoztam, nem kell hosszú, ott találkoztam Bécs négy-öt vezető egy ilyen rendezvény alkalmával, ahol ugye bejöttek, és amíg el nem mentek, csak tátottam a számot, hogy így is lehet dolgozni, és ilyen dolgokat, amit az ottó nekem előtte mondott, de hát mondtam, hogy hogy el engem békén ezekkel a hülyeségekkel, de ott rádöbbentem, hogy, Mi hogy egy a világ a világ. Mind. Tehát például ide, ide. Mi annak idején egy paprikás sírkét úgy csináltunk, hogy oda raktuk mondjuk a csirkepörköltet, Nem? akkor utána fogtuk, kicsit bővebb lére engedtük, és utána a liszt, tejföl, behabartuk, és akkor így nyomtuk ezt a, ezt a ügyességet. Oda Odakint úgy csinálták ezt az egészet, hogy szintén csináltak mondjuk egy, a csirkének a mellét és a combját kicsontozták, lebőrözték, félretették, és akkor a többiből csináltak mondjuk egy pörköltet, ilyen hígabb lével, úgynevezett posírlevet csináltak, utána azt leszűrték, és odarakták ezt a levet a tűzhelyre, vagy amely. és akkor a következőképpen készült a dolog. Amikor rendeltek egy csirkét, akkor belerakta mondjuk a csirke mellett ebbe a lébe, ami olyan 90 fokon volt tartva, tehát így posíroztuk benne, és akkor tudod, így, így megszívta magát a uh -huh. és így meg, a, Kivett a léből mondjuk, egy kanállal, egy ilyen kisebb merőkanállal, és rakott hozzá ugyanannyi tejszint. És akkor szépen visszasűrítette a felére, majd a végén dobott rá hideg vajat, és a hideg vajjal besűrítette az egészet, hogy közben megdunsztolódott a csirke, ezt lecsorgatták, oda tette, minden mártás, minden adagmártást külön csinált, hmm. utána szépen ráborított, és közben megmelegítették a galuskát, minden formába rakták, és így adtuk oda. Ugye? Tehát Ez -t -t nem ezt volt? Tehát, igen. nem. Igen, egyébként Most igen, ott ez. Az, de a, a séfek azok voltak. Aha. A séfek azok voltak, akik oda jöttek. Ez, egy ilyen, ez már molekuláris ez gasztronómia? Nem, 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 ez még már nagyon messze volt a molekuláristól, és akkor ez nekem annyira megtetszett akkor, hogy az, az, ez egy kicsit ellökött a kínaitól, tehát már onnan nem volt annyira fontos nekem a kínai, hanem jött egy új ötlet megint, ami megtetszett, és akkor arra kezdtem el rádolgozni, és akkor eh, közben már néztem éttermet is egyébként, vagy néztünk, és akkor ezért, és akkor közben kimentünk megint Kubába, és amikor visszajöttünk, akkor közben a, a Gyuri az már hallotta, ezért a, a az igazgatója az hallotta, hogy hát elkészülünk, vagy valamiért a szakmába gyorsan terjedt a pletyka. És akkor visszajöttünk, akkor összegrottunk a Gyurival, és akkor ott hagytuk a Gyurit, és akkor megnyitottuk a múzeum kávéházat. Ma már kubán. beszéltek? De hát egy ilyen tíz évig nem beszéltünk, de aztán a Gyuri fölhívott, mint ami sem történt volna egyébként. <laughs> mint amit te csináltad a tíz évet. Igen, két igen, és, akkor, és, akkor, és azóta beszélünk, vagy elves, sőt, azt mondom, még jóban is vagyunk. És sem nincs semmi. Ezért. És nem lettem kevesebb vele, csak több. Tehát, hogy újra beszélünk egyébként. És és akkor utána jött a, a múzeum kávéház, ahol már ez a stílus, amit ott kint láttam az osztrákoknál, ezt már én is ha. behoztam akkor. Tudod, tehát hogy és akkor az, nagy, az a, a nagyon menő lett, akkor ezt ugye 89-ben nyitottuk, ugye nézett a múzeumot, és akkor 99-98-2000 környékén akkor ismertem meg a kis Jancsit, aki a, a hozta a szuvidot, ugye ez már a molekuláris vizé volt, ugye akkor... Az a, akkor és, ismerkedtél meg a molekuláris igen, között, igen, között, de igen, igen, Sok könyvet elolvastál, meg mondtad, hogy nem, hát nem, 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 mert nem, nem, nekem nem, nem, a Jancsi megmutatta, hogy mi ez, és akkor onnantól kezdve igen. Tehát én mindig autodidakta módon tanultam, tehát nekem nem voltak mestereim a kis Jancsit kivéve, én mindig utána olvastam, utána mentem a dolognak. Igen, hát azok vannak. vannak rengeteg ezért van, és akkor az sok energiát viszel egyébként. Ma, ma, már azt mondják egyébként ott, hogy hát igen, mert akkor abban az időben, akkor, mivel ilyen sokat foglalkoztunk, akkor sokkal kreatívabbak voltunk, ez nem igaz egyébként. Tehát ma is ugyanúgy lehetsz kreatív, csak sokkal kevesebb energiát kell belerakni. Mi a különbség a mai gasztronómia a 90-es évek között? Vagy a mai vendéglátás és a 90-es évek vendéglátása között? Mi a legnagyobb különbség? a legnagyobb különbség például, hogy ma az étterembe elsősorban nem enni mész, hanem élményér. Tehát ez fele húzódott el a dolog. Annak idején ugye a borkonyhának az egyik... Ez bulat... jó vagy rossz szerinted? kinek, kinek mi? Jó én? volt az az időszak, amikor csak én, én nagyon persze, nekem jó volt, mert fiatal voltam. Bedúgtad más... és már mentél is. Nem, 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 hanem akkor, akkor azok a helyek dübörögtek, ahol eszméletlen jó volt a konyha. Uh -huh. Most azok a helyek dübörögnek, ahol a rohadt Jóan jó a hangulat. Tapaita. jó, nem, ha. jó, az a bientől kezdve minden. Tehát az minden úgy egybe van, bemész, jól érzed magad, laza a biang, vagy. azt az ékterem, a... Igen, lehet, hogy ahogy belépsz, tőt, hogy tehát mit, 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 mit nyújt. Tehát, hogy belépsz és otthon érzed nekem magad. Neked számít nagyon sokat, hogy milyen a budi. Az, az, is, az, az, nagyon, is, sok teráll nagyon teráll sokat nagyon számít önmere. egyébként, igen. De, te és se... látod, hogy ott vannak a kis, kis fanszőrök a, a az az, az körül, azt ezt nem nagyon nézték meg egy De és És az, egy fontos dolog, hogy tehát ma már nem akkora szám, hogy jó a tehát fontos, fontos, de már nem, nem elsősorban. Tehát nem az nem tudják, mi a jó tehát a fiatalok azt mondják most, hogy bemész, megiszol két vagy három gin tonikot, onnantól kezdve egyébként. Bármi, van, lehet. bármi lehet, vagy lehet. -e. Ne legyen rossz, mert azt még abba. Három, le. Így van, a három jin-tonik után is érzed, hogy rossz vagy valami. Tehát megváltozott a világ. Azt akartam, hogy a borkonyhának az egyik tulajdonos, hogy ott dolgozott nálunk a a, a és akkor a Tamás, ugye, ezt nagyon sérelmezte. Egyébként ez mindig hizettem, mert mindig azt mondtam, hogy 30% a pincér, 70% a konyha egy ilyen étteremben. Uh -huh. Ugye, most megváltozott. Igen, Nem. hát azt mondom, hogy 60-70 százalék maga az éttermi hangulat és a, a felszolgálás, amit Ilyes, véleményed a mai pincérekről egyébként? Úgy általában, mert nem lehet sajnos, Minden, annak jók meg rosszak. Minden pontos, de ugyanez volt régen De is. van olyan Michelin csillagos talán Michelin egyébként, a nagyon ismert étterem, elmondom most, most az egyszer PC leszek egyébként, ez egy baromság, de lényeg, hogy rá tehát amikor a pincér rá ö, tenyerel az asztalra, vagy rá támaszkodik, és úgy beszél hozzá. Az parasz dolog. Na, igen. az a legparaz, az a nullás. Igen, igen. Tehát, az nem egyes, az nullás. Nullás, igen. De, de van, van, vannak például, azt Amerikában láttam de ez például. Gyakori, nem? Igen. Ö, nem, ez nem, miért van? Azért nem. Nem, 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 nem. nem, nem. Az, 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 az a szituáció, amikor a pincér, majd ezért teszek, hogy túl bizalmas a vendéggel. Hát persze. Tehát, igen, tudod, tudod. Tehát, hogy, hogy f, 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 ott, nem, 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 az szabad. A, nem szabad. Nem, nem nem, tudod. Én például láttam ilyet például a a, a Nobuba, egy, egy, e... te kimondod, én mondom, a bestiába volt Bestiába volt ilyen. De, de ott lehet, hogy a bestiába... Ez nem csillagos, nem tudom, Nem, vagyis. nem, nem csillagos, de, de ott ilyen lazá, tudod, ezek, ez, ez, az a fiatalos de az Nem, izé, tudod, de nem plább. csak, most, nem csak a bestiába volt ilyen. De, de, mindegy. Ha például a Nobuba, kérlek szépen, például volt egy, egy egy 90 majdnem két méteres fekete séf egyébként, kérlek szépen, aki azt hiszem Moszkvából jött akkor ide Budapesten, és ott is a nobut indította be, vagy valami. Ő például, ez egy eszéletlen dolog volt, ő legugolt. Ha, tehát, le, úgy vette föl a rendelés, hogy le, le, legugolt, hogy egy, egy, egy szemmagasságban legyetek. Na, ez szerinted ez, szerinted ez nem oké, okay, vagy nem, okay. tenni. nem Nem, tudom Nem, nem tudom, tudom, nem tudom, eljönteni. de van, egy, van egy olyan, hogy, hogy megadom azt, hogy legyünk egy de, szinten. Igen, 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 ez egy jó felség, de ez meg... Igen, biztos nem, én nem gurugoltam volna sem, mert nem tudtam volna fölállni. Jó, de te <gül> alacsony <gül> vagy. Ez igaz, de nekem nem is volt lesz szükséged. Így van, Igen, de ilyenek is vannak egyébként. Nem, azt meg kell tartani, azt a bizonyos... Ugye, egy távolság. Egy bizonyos távolság. Hozzáteszem, tehát... egyébként nem mindig ez dönti el, hogy jó vagy rossz egy hely. Ö, attól de számít. jó, jó, jó éternyét, neked számított, neked volt számított, érted. már, de az például, hogyha vagy ráteszi a karf vagy a háttámlára a kezét, az is egy ilyen... Igen. Főleg, hogyha a csajomnak, vagy, a fele, vagy most már oda teszi, akkor azt még is, hogy... Figyelj, bizalmaskodik a csávó. Figyelj oda, vagy majd, majd, majd én igen. Igen, igen. Na, hát vannak ilyenek azért, igen. igen. Ö, és akkor jött a bokbisztró, most egy kicsit kronológia. Igen, ugye nem a, nem a, meg, a meg, meg, jött a múzeumkávéz, a múzeumkávéházba jött a szuvid, ugye ez egy, egy nagyon nagy truváj volt egyébként, tehát akkor mindenki szuvidolni akart egy idő után, vagy valami. Ö, ugye ott megint az volt, ugye, hogy ez a, 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 a kis Jancsi, az ami előtt nekem megmutatta a szuvidat, vagy szóba került ez a dolog, előtte két évvel a vendéglátóipari főiskolán száz valány séfnek megmutatta ezt a technológiát. Uh -huh. És senki nem harapott rá. Tehát, akkor és azt gondolták, hogy egy zsákutca lesz ez? Igen, ezt... igen, igen, igen. Tehát mondták, hogy vagy nah, túl nehéz nem, volt? Nem, nem érezték meg benne a, a, uh -huh. a lényeget, vagy a Az a Igen, és akkor mikor Jancsi nekem elmondta, én meg én meg ráéreztem. Hogy és akkor utána, ráadásul mindjárt kimentem egy fél év múlva Amerikába, akkor ott megmutatta egyébként, hogy ott mi van, és úgy tetszett a dolog, úgy tetszett. De aztán igazán, amikor Washingtonban elmentünk a Michel Richardhoz, ott is azt hiszem két csillagja volt a Viselnek, vagy de egy biztos, és a Citron ellébe, na ott megláttam, hogy egy ilyen fine dining konyhán, hogy működik a sous -vide mert addig csak tudod, ilyen nagy üzembe láttam ezt időzélbe, a nagy üzembe tudod. A szuvidnak ugye a Jancsinál az volt az egyik legnagyobb dolog, hogy a, a szuperbólon, a azért, mit tudom én, 8 vagy 10 ezer emberre adott eszméletlen jó minőségű kaját, és ezt ezzel a technológiával csinálta. És ezért nem fogta meg az itteni séfeket is, vagy valami, mert ez a bemutató. Az azt mondta, hogy most mikor fogunk 5000 emberre főzni, vagy Ugye. valami. Tehát az Michel is megláttam, hogy már alkalmazta kicsibe ezeket a dolgokat. Na, és akkor ott, ott, ott behűültem. de ott, nagyon behűültem egyébként, és akkor én rámentem nagyon erre a dologra. Akkor jött a Molnár Bétamás idézelbe, tehát gasztroforradalma, ahol ugye a magyar kajákat meg megkerül... Hát, mert, mert ez nem volt egy gasztroforradalom ezzel, valami. jöttek az újszerű dolgok, az információk egyébként, de így hívjuk, hogy gasztroforradalom, kicsit ilyen nagyképűen egyébként, hogy, hogy akkor, akkor, akkor pedig jött az, hogy megújítjuk a, 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 magyar ételeket, ugye, az idézővel betett magyar ételeket, amik egyébként ugye alapjában nem is biztos, hogy magyar ételek. Vagy mm. Na most ebből aztán rengeteg ilyen faramuci dolog jött ki, mert akkor túl gondoltuk a dolgokat. Már, úgy ki voltak ez már az forgat... újra gondolva ez szem, már, úgy ki voltak forgatva a szegény Aha. ételektől, hogy ez egy újra gondolva, nagyon divatos, újra gondolva. igen, igen, Akkor volt ilyen törött, hogy Zsíros Budapest szuvidolva, ugye, és akkor mit szuvidolt meg a az pont nem kellett volna. Érted? Tehát, hogy, tehát, hogy de, de, akkor ezek voltak. Abban az időben voltak ilyenek, tudod, hogy, hogy be, villányi boroknál kérlek szépen, ugye, vagy villányt ismertem a legjobban, tehát biztos, hogy másról is volt, de hogy rá volt írva a palacra, hogy Kabernész, barikolt, Kabernész lavigyon. Ma már ezt senki nem írja rá, mert 90%-ban barikordóban vannak a de akkor eszméletlen nagy dolog volt, hogy ilyen. a helyzetek a geraltilának, mit tudom de volt az első ilyen izé, a, csak a boknak volt 40 barik hordójuk, érted? És akkor mit tudom, elteltek az évek, vagy valami, és akkor mit lementünk, azt hiszem, a Attilának, a lányának, az Andrának az esküvője volt, és a fiam lejött tíz évesen segíteni egyébként, tehát hogy lásson ilyet, vagy valami, egy buli volt, és akkor lementünk a pincébe, ahol már volt, mit tudom én, 500 vagy 1000 barik hordó, vagy valami, és akkor a gyerek mondta, hogy ez, ez mind az Attila bácsiét. és az, úgy, ott már nem írják rá. Ez ugyanaz, mint volt a Malatinszkinek a szüretlen Kaberné az, az, akkor nagy szám volt, de egyébként most is szüretlenek a Kaberné Tehát, Csak most már nem írjuk rá. Tehát, így volt a szuvid is, hogy régen azt hittük, hogy ha odaírjuk, hogy szúvidolva van, akkor az majd úgy megemeli az értéket. Jó, de ezek elköpnek, vagy valami. Elköptek, ezek így van. Pontosan, és akkor nem. Ott fordítva, utána rájuk. Mi az, ami szerinted el fog inflálódni, ilyen kifejezés? Ma a Tehát most már, tett. most jelen pillanatban nincsenek ilyenek. Tehát Mert ugye, letisztult? Na, letisztult? igen. Tehát már nem igen írja senki oda, hogy szuvidolva van, ugye az egy dolog. Ez egy kicsit ilyen parasztvakításnak érzed? Igen, abszolút, igen. Mm -hmm. És ezért, És az pedig, hogy konfitálunk valamit, ugye, az, az, hát, az, 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 műfaj, az, 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 egy az műfaj, az műfaj. így van, pontosan. Így, és ő, egyébként ma, tehát hogy volt ugye a gasztroforradalom Magyarországon, kijöttünk a... Na, akkor utána, akkor ebből... ebből a, ebből, a nem, akkor ugye, akkor a a voltunk így a múzeum kávéházban ezzel a dologgal, ezzel ugye elindultunk, és akkor egyszer csak jött a, a, a Bog aha ahol, ahol... Ott felkértek téged, vagy ez a te ötleted nem, 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 az én ötletem volt, kérlek szépen, ezért szintén ez a Kálmán nevű barátom egyébként, ugye tizenvalahány évig minden szeptemberben mentünk vitorlázni az a, a, a Adriára, tehát a horvátokhoz, és akkor egyszer jöttünk hazafelé és akkor fölvetődött ez a dolog, hogyha lenne de egy ilyen lehetőség, egy ilyen bor, bár, vagy valami ízét, hogy akkor a Barcelonába elég sokat mentünk, vagy amikor láttuk, hogy hogy működnek ezek a tapasztalók, hogy akkor, hogy akkor abban benne lennék -e? és mondtam, hogy persze. Ide egy kérdés, és innen ide, el. ide csak ember eszembe, eszembe jött, hogy amit látsz külföldön, vagy nyugatabbra tőlünk, és azt mondod, hogy áh, ezt meg kell csinálni, ez biztos, hogy működni fog. Ez, ez általában bejön, vagy lokalizálás az azért nehéz? Nézd, a, a, mindig mindig azt vallom. De nézni kell az aktuális kultúrát is, nem? Figyelj, abszolút, működni. így van, így van. Figyelj, 1976-ban voltam először Bécsbe a... A Praterban, a kollerik Schweizer Ez egy söröző, egyébként, ahol a fő a Budweiser sör van, csapolt, csapolt Budweiser van, ami fantasztikus a mai napig is. Akkor meg eszméletlen, fantasztikus volt, hogy a csúcsidőben 12 lukon folyik a sör, úgyhogy nem zárják el. Csak tolják alá a korsókat, értezzük. Tehát elképesztő, a Jalami, ugye, a, akárhány vendéglőst és akárhány szakmabelit kivittem oda, és megmutattam nekik, e, mindenki azt mondta, hogy hú, ezt itthon meg kellene csinálni. De azt itthon nem lehet megcsinálni. Tehát ahhoz, ahhoz, az, az, ott van Bécsben, a Városligetben, vagy ezzel a Práterben, itt a Városligetbe betesszük, itt nem, nem fog így menni, vagy valami, mert ez egy más kultúra, más... Ez, vagy. Lassabbak vagyunk? Mások vagyunk. Szerintem mások vagyunk. És mindig azt szoktam mondani, tehát, hogy abban az időben, amikor úgy rájöttem, hogy soha, tehát soha nem szabad másolni. Aki másol, az mindig hiteltelen. Uh -huh. Ötletet el lehet hozni, és ezt adaptálom, és a saját képemre, vagy itt, itt erre, erre, berakom, és akkor az már az enyém. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Tehát az, az aki, tehát ugye van Balatonon egy-két olyan hely egyébként, most én sem mondok nevet egyébként, aki soha nem volt önálló ötlete, de kibaszott jól lemásolt mindent. De sose lett sikeres igazán, vagy valami fiteles, vagy valami. Miért ez előre? Azon túl, a, hogy nem az, volt az a, az, a, az, a, az, a kis plusz, amit te raksz bele. Érted? nem tehát, volt személyes. Igen, mert volt ez olyan olyat, hogy mind a ketten főzünk egy marha pörköltet, én nem tudok olyat főzni, mint te, meg nem tudsz olyat főzni, hát, ez biztos nem tudsz. De érted, de de én nem tett. nagyon de tudok de főzni de teljesen mindegy, ha tudsz, akkor sem. Mondjuk egyébként olvas, tehát gulyáslevest főztem már. Los angeles életem ott főztem gulyáslevest, úgyhogy mondjuk anyám volt a vonal másik végén, és akkor mondta, hogy mit, de az volt az első érted? Tehát ugye azt mondják, aki tud olvasni, azt tud főzni is. Igen, igen, igen. Jó, Bob most a kronológián is már nem a és akkor ebből lett, menni, ebből lett a és akkor de a, már itt van a múzom, múzom kávéházból lett a Bog Bistró, érted? Akkor ezt megcsináltok ezt a Bob ami úgy indult egyébként, hogy ilyen tapaszos legyen, tudod? Tehát ilyen főleg hidegek, ilyen kis hidegek, és borozgatás. Na, igen. Be, és megint be, itt meg meg megint az a dolog. hogy honnan ismertem meg a Bob hogy... egy nagyon kedves barátom, legalább tíz éve volt, akkor volt a, azt hiszem, a első vagy második évfordulója a barátnőjével, és akkor igen. És akkor én mondom, milyen, milyen bogbisztró? Hát ott van, nem tudod, mi ez a bogbisztró. És én ott hallottam először, de nem tudtam, hogy ilyen Az kérlek szépen, hogy ott, az, ott bebizonyosodott az a dolog, de tehát az a koncepció, rólam. amit elképzeltem, az egyáltalán nem jött be. Egyébként a Kálmán ugye, mint közgazdász mondta, hogy ide figyelj, ezeket a számokat nem fogjuk tudni kitermelni kis sztendvicsekkel, meg tapasztokkal. Nyereséges volt a Bogbisztró? Igen. Általában azt mondják, egy, egy ilyen étterem nem tud nyereséges De, 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 de. Ugye az igazság, hogy mi négyen vagyunk ebbe benne. Ugye benne van a Bokjószi, meg én, az ismertebb névileg ismertebb emberek, és benne van két befektető közgazdász, mindegyik egyébként. Bocsánat, ha nem lettél volna ilyen ismert, akkor ez működött volna, szerinted? Nem, azért kell egy az kellett az 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 a brendet át kellett vinni azért. Tehát egyben. voltatok négyen benne. Igen, igen. És ugye ott azért van két gazdasági szakember, akik azt mondják egyébként, hogy azért nem vagyunk nyitva, hogy a személyzet, hazavigye a pénzét, mi megnézzük. Tehát, ha mi nem termelünk nyereséget, akkor bezárunk uh -huh. ilyen egyszerű. Ezért dolog. ez történt most. Ö, nem, most a, a COVID! A COVID ugye, tehát, hogy eltűntek a vendégek, tehát hogy azért itt azért... hogy ezt máshol elmondtad, 30-70 százalékban voltak a magyar és turisták. Nem, most már így volt, igen, 30-20 százalékban voltak magyarok, magyarok turisták, elment. Mi próbáltunk azért... De meg van még a hely, ott meg, van még a konyha, meg meg Igen, 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 igen ez még ott a van minden, igen, nem, nem, már nem a miénk. Hát, Csak, hogy megnyugodjak, meg akartam magam nyugtatni. Hogy nem lett, nem fog már hogy, hogy, lesz még Bobisztró? Nem, 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 nem. Se sem. Se. sem lesz, nem, nem, nem. Mert? Nem. Hát most már, egy 71 évesen nem hiszem, hogy ilyen izékat kellene. Ott van még a kisbíró, azt akarjuk most szépen fölépíteni. A kisbíróval egyébként másod magaddal vagy? Nem, nem, ott is ugyanez a négyes Ugyanez a négyes. a négyes van, igen, igen, igen. De most ott átvette a fiam a, a konyhát, és álva, jó Istennek, nagyon szépen tolja fölfele. Ez kell, vagy -e? ugye... Ezt most neki miatt kérdezem? Abszolút. Hogy a mondani ne? neki? Nem. Nem. Milyen nem. nem. <laughs> <laughs> Muszáj mondani, te is tudod. tudom, igen, de néha szoktam mondani, de nem vagyok Én ilyen te nagy dicsőrös fajta. <laughs> hát havonta -e egyszer maximum. Hát az <laughs> nem olyan rossz annyira azért. Az évente 12. ig De el tudja, el, tudja, tudja a, tudja nyavajás, hogy meg vagyok elégedve vele. Tehát azért. Miért nem dicsérsz? Figyelj, az, hogy jól csinálunk, szerintem az természetes. De ez mindenkinek szerintem. De nekem igen. Tehát, de ez a... milyen jó, hogy visszajelzést kapsz? De, igen, de a miszakmánk azért nagyon jó, egy Ez nem szakmafüggő. Nem de, de figyelj, nem. Hogy a miszakmánkba azonnal megvan a visszajelzés. Ja, mert látod az arcon. Hát, ez Tehát, megette a levest, és már tudom, hogy jó volt vagy nem. Tehát, ugye, ha, ha jó, aki, de Ez aki... lehet, hogy marinénnek ízlet ízlet. Igen, igen esett, na, de, de nem akkor tudom a rosszat is, mert akkor nénének ha nem ízlik, Érted? Vagy Pistabásnak, akkor ő szól, hogy nem jó. Érted? És akkor én azt is visszakapom. Tehát itt nagyon hamar visszakapjuk a visszajelzést, tehát a dicséretet is és a helyzetet is. Főleg ebben a hülye Facebookos világban, ugye már mindenki fényképezgeti a helyzetet, és akkor írja föl, hogy jó volt, vagy nem volt, jó vagy mi volt. Ezt nézed? Na, szoktam nézni egyébként. Egy én figyel... viszonylag régen, vagy viszonylag ö, soká válaszoltál az e mailemre Én már engedtem, Igen? Össz, igen. Azt hiszem, hogy két héttel el is egyszer csak. Ó, hát pedig izért, akkor nem tudom, akkor lehet, hogy nem vettem észre egyébként, de nekem a reggel, általában a, csak... a reggelem az úgy telik el egyébként, ugye, hogy, hogy reggel megiszom az első kávét, elszívok egy pipát, és akkor utána ez egy ilyen fél óra körülbelül, és akkor utána akkor beülök a dzsakóba. Uh, igen, igen, az nekem nagyon kell. Oh, oh meg kell hogy hol laktok? Hogy a érdigeten, lakok. Tehát én nem, érdigetlen érdigetlen lakom. Érdigetlen lakom. Tehát én nem 30 éve most már sem. Érdiget, érd. érdiget. Az ér, érd mellett van? Vagy érd, érd? persze, igen, igen, igen. nem az ó, a, a régi Tehát van a helye dzsakudzinak. Van, 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 van. van, van. is van? Nem, nem, nem. 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 Miért? Ezek, mert, mert, ezek Hát után tusás ez nem, ez nem, így, ez nem, nem, teljesen nem, nem figyelj. Előző, az előző, az házban volt medence is, vagy valami, de az utolsó három-négy évben már csak azért nyitottuk meg a medencét tavasszal, mert rárultuk a házat, és, és hogy lássák, hogy van egyébként, vagy valami. Akkor ott volt boros kezdve, amit el tudsz képzelni. Minden grilter az kemencét. Nem az használ az ki. Ezzel, Nem, nem használtad együtt. De ezek mind olyan beruházások, olyan hülyeségek egyébként, én azt mondom egyébként, ami, ami, amihez társaság kell. Igen, tehát az, tehát az ugye, annak a való, azért... otthon akarja megcsinálni, de inkább lehet, menő. menő me me az, figyelj, egy szaunának az áráért 20 évig szaunázok valahol. Érted? Van ér, kedvenc helyed, ahol tudsz? Na, az, 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 az a helyed, ahol... Az ne, a, a rudas volt régen a kedvenc helyem, de miután ugye a, a a feministák ugye kiharcolták, hogy, hogy milyen de... dolog az, hogy milyen dolog az, hogy ők oda nem mehetnek be, ahol a férfiak bejárnak. Akkor a, a férfi nem az Baj, már nem, ez nem, nem, nem mert, De nincs vele semmi bajom egyébként, vagy valami, csak az én szemem, az, az, én életemben az volt a praktikus, hogy mentem az autó, vagy valami, és akkor mit tudom én, valami Ó, bemegyek a rudosba. De akkor bementem, nem, 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 nem programszerűen, adhok, fogtam magam, bementem, Beizértem, fölraktam a kis köténykémet, utána pancsoltam egy kicsit, izettem, utána lefeküdtem a pihenőbe, aludtam egy órát, kérdeztem, azért rendben raktam magam, kijöttem, ettem valamit a büfés elmentem. Ma ezt már nem tehetem meg, mert azt se tudom, hogy melyik nap hogy van, mert van, amikor fürdőruhás, van, amikor csak kötényes, van, De amikor van, nem női, vannak női, vannak meg az nincs. De igen, igen. Közelében is De mióta vannak. megvan a dzsakúja, erre nem vágyok. Igen. csak a gyakuin. Igen, Mert nekem nagyon jót tesz egyébként. Tehát e, akkor, amikor elfáradok, vagy valamit, tehát amikor dolgozom, ne találtam valamit, akkor, akkor, mindenféleképpen beülök, és akkor azt jól átmozgat. Hát inkább, mint tornázzak, tudod, ez ez a, Azt mondták, tudod, a masszázs az a lustáknak a tornája, tudod. <gül> <gül> Na jó, ebben is van egy csomó téma, de térjünk rá akkor a, vég, vég, a végső témákra a pénzre. Igen. Ö, ami, ahogy ez a nulladik kérdés az, hogy szerinted a hedonizmus létezik-e pénz nélkül? Nem. Nem. Muszáj hozzá pénz? Muszáj, sajnos, igen. Ha nem lenne pénzed, mi lenne veled? Ó, nagy szar lenne. <laughs> nem tudom, mert soha nem volt ilyen. Ez mindig, jó. És mindig, mindig volt pénzem. Mindig volt annyi pénzem, hogy amit akartam, megvettem az egy nagyon nagy dolog. Mert ezt elmondtad többször egyébként más helyeken, hogy szereted a pénzt. Nagyon a pénzt, szeretem a pénzt. Nyilván nem a pénzt, pénzt önmagában vagy számolni, szereted nem nem nem, 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 Mindig legyen annyi a zsebembe, hogy bármit meg tudjak venni. Arra emlékszel, hogy mi volt a legnagyobb bevétel, amit valaha egy te vezetésed alatt álló étterem megcsinált egy nap? Tehát, hogy ilyen nagy számokra vagy ilyen nagy mérföldekre emlékszik szemben? Nem? Nem, 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 nem voltak ilyen hülye nagyok, nem, nem. Nem, 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 nem. nem tudom, hogy így fogtad a fejet, hogy úr is lesz, vagy lehetett. Nem nem, 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 mert akkor az volt a természetes, hogy sok van. Ja, igen, igen. Volt olyan, amikor kétségbe estél? Volt. Volt olyan, amikor a múzeumkávéházat megnyitottuk, akkor ugye, ugye volt a vörös sárkány, a vörös sárkányban azért ugye minden nap kétszer telt meg. Tehát ugye két turnus volt időzőre Nem, 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 nem. E vacsoránál is. 6-tól -3, 3 9 ig lehetett jönni, vagy 9-től zárásig és ki, aki hatkor jött, a szármelyet föl kellett, hogy álljon, és kell kellett, hogy menjen, igen. Tehát ez így volt akkor. Meg tehát eljöttem egy olyan étteremből, ami dübörgött. Érted? Tehát, hogy nem, nem, volt, nem volt olyan, hogy ma kevesebb vendég van, vagy alam nem volt. Mindig ugyanannyi vendég volt. Ő nem 60-an voltak, hanem 70-en, csak vagy attól függ, hány széket tudtunk még betolni valahol, vagy valami. Tehát ilyen is volt. És akkor benyitottuk a múzeum ugye, ahol ahol egyébként, ugye, hát én nagyon-nagyon akartam bizonyítani, meg a két társam is egyébként, ugye? Ez mai napig van, ez a bizonyítási vágy, valamilyen fronton? Persze, Magyar Isten. Tényleg? Igen. Most milyen fronton van leginkább? Hát azért most. Hát most a piacon, most a piacon. A igen, bölümünket. most az nem mentünk rá igen, és a és a kisbíró után, ugye most van Te a pia piac is, igen. Ahol kvázi visszatértél az emberek etetéséhez. Igen, igen. A klasszikus értelemben, vagy ilyen puritán. Hát például most a, most a piacon a bizonyítási vágyam, ugye az másfél-két év után jött össze, úgy érzem legalábbis én, legalábbis és a visszajelzések is olyanok, hogy jól érzem, vagy a rámen. Tehát ugye én másfél-két évet raktam bele a rámennek a kísérletezésébe, voltunk kétszerként Tokióba, Ö, ö, f, f, minden, rengeteg irodalmat olvastam róla, rengeteg Youtube-ot néztem róla. Ez a, a, a rámen leves. Aha. Ez egy leves. Ez egy egyszerű tészta leves egyébként, amiben másfél-két év energiát raktam bele, és azért, hogy bebizonyítsam, hogy az én rámenem a legjobb, itt ez elbetéve egyébként. És én úgy gondolom, hogy igenis, tehát most már bármi oda-oda mernék állni itt a Budapesten lévő rámenesek mellé, ami persze megint szubjektív, mert kinek melyik ízlik. Ez a fajta stílusú urán, amit én csinálok, szerintem ez most az egyik legjobb. Piac versus Bogbistro, vagy, vagy end terem. Volt olyan időszak, hogy azt gondoltad, hogy soha nem mennél, vagy nem vinnél éppen piacra, mert ciki lenne, Ö, és akkor közben megváltozott az élet. Nem, mert azért és... tudod, amikor a Bokuszdort, és most másképp gondolod, amikor, vagy, vagy most, tizenval most miért? Tizenvalány évvel ezelőtt ugye voltunk kint, én akkor voltam két először Lyonba, a Paul Bokusznak a piacán, ugye ahol azért láttam, hogy micsoda vendéglátás van, ott is Aha. van ilyen street food szerűség. De volt egy időszak, kint? amikor azt mondtad, hogy a piac az ciki. A lángosos meg a nem, nem is jutott eszembe. Hát nem a lángos jutott a piacról akkor sem eszembe. Jó, kifőzde vagy valami, de az, az akkor nem dobott meg engem annyira egyébként. És de dobott mi dobott meg a piacban most? A, a lioniba? Hát hogy az is? de kérlek szépen, sámpány, rák, osztriga, kaviár. És azt mondtad, minden, ami hedonizmus, az a, itt van. Az ott, az ott, volt, kérlek szépen, és akkor ott volt a tehéntőgyétől kezdve, a rántott a borjú fejtől tehén. kezdve. Ugye, igen, igen. Az bizarabb, azért bizarr dolgok Nagyon jó, de nagyon jó egyébként. Érted, és, 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 tehát ott, ott is voltak ilyen pici kis vendéglők, mondjuk kicsi vendéglők, ahol eszméletlen jó, egyszerű ételek voltak. Vagy, és akkor onnantól kezdve, hogy akkor utána jártál ugye 15-20 évvel ezelőtt, nem voltál Barcelonába, érted, a Barcelonába a piacon, eszméletlen jókat tettél, vagy valami, csak az itt Ágult az agyad már egyébként, tudod? Tehát hogy az a piacot más, mint ami ha. itt volt annak idején, érted? És nem... szerinted Magyarországon, akár egy vidéki piacon is ezt meg lehet valósítani? Hát egy Vagy vidéki egy Budapest... piacon nem gondolom, nem. nem vidéki piacon nem Miért? Miért mondtad így szétszakadt az ország, hogy csak Budapesten működik valami, és vidéken nem? Hát szerintem először a pénz. Tehát, ugye, tehát a, Budapest a Budapesten lévő emberek egyébként könnyebben adnak ki pénzt, mint a vidéken lévő emberek. Tehát mindig azt mondom, a vidéki lévő a piaca meg a szükséges a, rossz? Nem, 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 nem. A, vidéki, a vidéken lévő emberek egyébként egy piacra nem mennek el azért, hogy egyenek egy jó pörköltet. Uh -huh. Mert azért a vidéki embereknek a nagy része, legalábbis az én korosztályom, vagy még egy kicsikét vissza, ez a 60 éves korosztály valami, ezek még ugye vezetnek háztartást, időben főznek otthon, vagy valami. Tehát, hogy, hogy ez így alakult ki egyébként, hogy Pest mindig, nem hiszem, hogy a Spanyolországban is a kis falukban vagy valami van street food. Ezt nem, nem tudom, mert van, persze vannak a tapaszozók, ugye? mert mm -hmm. az az egész országban van. Hát ez egy, 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 kultúra, kultúra. Az egy kultúra, ez kultúra része. Van. A mai magyar séf kultúráról, tehát arról, ami mondjuk kivarakva az ablakba, műsorokon, meg nyomják a közösségi médiában, Az ennek elég nagy hápja van ma. Abszolút. Ebben van... Van neked némi rossz érzésed, hogy elkurvul a szakma? Vagy hogy vannak azok az emberek, akik elkurvulnak a szakmán Mindig azt szokták mondani, hogy az a szakács, aki sokat van a médiában, előbb-utóbb elkurvul. Tehát ugye... Te azért erre ez, hogy ne, ne így legyen? Hát én nem vagyok annyit a médiában, mint akik most a képernyőn vannak. Tehát megint más az, hogy, hogy van egy riport veled, vagy van egy, van egy cikk, vagy valami, az megint más egyébként mm -hmm. valami. Itt, itt effektív, itt arról van szó, hogy azok, akik ott vannak a képernyőn, a mostaniak azt mondjuk, hogy a Rácianő, a Sárközi Ákos, akkor a Wolf a von a Kraus, az, az ők úgy vannak a médiában, hogy hónapokon keresztül forgatnak. Tehát ilyen, nem tud addig főzni? De addig nem főz, vagy valamit. És utána, ha sikeres a műsor, akkor van egy kis szünet, akkor, akkor megígjön a forgatás. És egyszer csak elkezd hozzászokni ehhez a fajta élethez, vagy valami, és úgy már nem fűlik a foga. Mindig azt szoktam mondani, hogy az a szakács, még egyszer kimegy a konyháról, nem akar visszamenni, mert ott meleg van és büdös. <laughs> Tehát, hogy az, 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 egy, az, az egy ilyen választó dolog egyébként. Volt ilyen, hogy ki akartál jönni a konyhából? Én kijöttem hamar egyébként. Igen? igen? Igen, igen, De hogy ma már akkor csak az ötletet adod, vagy bemész, így van, pontosan, igen. igen, igen. Meg a régebben is így volt egyébként, hogy bebeálltam egyébként. Figyelj, aztán később az embernek tágul a több információt kap. Ugye oda, nyugaton egyébként, ezek a nagyon jó séfek egyébként, ugye addig dolgoztak effektíve benne a konyhán, amíg ki nem alakult az új étlap. Érted? Ami aztán ment három-négy hónapig egyébként. Mm -hmm. Ad, addig ott volt bent, csinálták, mm -hmm. együtt mindenki minden kísérletet. Minden meg hogyha valaki valami. Amikor rendel... eldöntöttük, hogy ez kialakult, mm -hmm. akkor csináltunk róla egy gyártási lapot, és erről a gyártási lapról dolgozott mindenki. És azon már nem lehetett változtatni utána, te nem jöttek ötletek vagy valami. Az ötlet addig jöhetett, amíg azt nem mondtuk, hogy oké. Okay. Amikor azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor vége. És én ezt elég hamar... Először nem tudatosan, de később tudatosan elkezdtem alkalmazni egyébként. Tehát, és akkor ez, ez tehát ugye a, a, a Paul egyszer kint volt Amerikában hosszabb ideig, vagy valami, és akkor a, a riporter megkérdezte tőle, hogy a mondja mester hogy, és most otthon az ön éttermébe kifőz, amikor ön itthon van. És akkor azt mondta az öreg, hogy ugyanaz az ember főz, amikor otthon vagyok. Tehát érted? Tehát, hogy vannak különböző séfek egyébként, mindegyik jó, mindenki saját maga dönti el, hogy mit akar csinálni. Van olyan séf, aki még 80 évesen is minden nap bemegy, és ottan kever, kavar, izél, mm -hmm. akár odáll hagymát vágni, és vagy valami. Nem szerettem hagymát vágni, és hát mit csinálok el? Tehát a kulimelót én hamar pattintottam egyébként. És az és, a, egy, egy, és akkor ugye azt adott, hogy akkor, akkor az, van az a séf, aki ott van egész nap, és van az a séf egyébként, aki olyan szinten meg tudja szervezni és fölépíteni az egészet, hogy ugyanúgy működik a dolog, akár ott van, akár nincs ez időzelbe téve, csak jobb, ott vagy azért, mert Persze. ez a kontroll, de csak a kontroll miatt, nem azért, tudod? Tehát a múzeum kávéházban volt egy nagyon jó sztori. A mai napig is tartom a kapcsolatot a Bélával, egy eszméletlen őrült manus egyébként, Fradi Drucker, ugye ez, ez körül forog a kaja, és a, a Fradi körül a világ egyébként neki. És kérlek szépen, akkor, amikor a Múzeum Kávéházban mondjuk nagy rumli volt, vagy valami az is minden este telt házzal ment, akkor, akkor tudod, kint beszélgettem ott a vendégekkel, minden, és me mentem, jöttem, mentem a konyha és az étterem között, és akkor láttam, tudod, hogy kezd beúszni a konyha, vagy valami, és akkor föltettem a kérdést. Mondom, gyerekek, jöjjek, segítsek. És akkor láttad a kétségbeesést az arcukon, tudod, hogy be nem menjek. Tehát, hogy be Isten őriz, hogy bejöjjön, vagy valami. És akkor ez lehet, rosszul esett egyébként, tudod. Mert, mert én azt hittem, hogy mindenható vagyok, és ha én most odállok akkor egy varázspálcával megoldok mindent, vagy valami. Ezzel, ezáltal azért egyszer-kétszer mégiscsak odaálltam velem, akkor a káoszt tudtam csinálni, tudod, mert aki addig ott volt előtte, az más szisztémával osztotta a dolgot, vagy valami, akkor beálltam, és akkor teljesen borzalmas volt, aminek mindig ordítozás lett a vége megöllek meg, mert, kicsinállak akár, ilyen, igen. igen, Pont tegnap hallgattam végig egy ilyen pincér szakács vagy séf közötti konfliktus egy étteremben. miért, 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 mit tesszük, miért mi tesszük a kecsapot? Miért mi tesszük bele a kecsapot? Az üvegbe ez volt a baj a séfnek. És kérlek szépen, és akkor, és akkor ez, ez, ez így volt, és akkor egyszer bementem, és akkor mondtam, mondom, gyerekeket, hadd segítsek, mert látom, ez volt. És akkor a Béla, ez egy szeglét berceli gyerek egyébként, kérlek szépen, azt mondta, hogy tényleg akarsz segíteni, Lajos? Mondom, persze, hozd be a hűtőkamrából a krumplit. Mondom, a kurva néni kéjét, ennek a kibaszott köröknek mondom, hogy mit kér? de valahogy mai napig se, hogy tudom, hogy nyeltem egy nagyot, és kimentem végül. és behoztam a krumplit, és működött. Tehát, ha segíteni akartam, akkor a leghátsó részre mentem be, a kuli melóra. Egyébként legfeljebb odaálltam sütni, vagy valami, vagy mit vagy, 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 meleg, de nem. Tehát a folyamatba már nem szabadott belenyomni egyébként, érted? És, és működni kellett a dolognak. Az, az, az egy más dolog tört, hogy lehetett mindig belejavítani a dologba, tehát azt meg lehetett beszélni egyébként, vagy valami. De aztán egy idő múlva rájöttem, hogy az, hogy a a, de hát mindig, mindig, mindig bekavartam, tehát ez, ma, ma, már, tudom, de hát akkor nem, nem, is érzett, bementem, és akkor, uff, és akkor mindig belevariáltam, hogy ez, ez, most mégse jó, hogy akkor kocsinák hát, eddig, eddig így volt, mondom, akkor most másképp lesz készítve. Ezért van és a és kísérletezés, ez, kísérletezés. Pontosan így van, és ezért, ezért, fontos kell, vagy. ezért fontos az, hogy ki kísérletezett, kézzel ott van a gyártási lap, ott van minden része leírva, ott van a fénykép, még a diszítést is odarakom mindenhova, vagy valami. Ezt most látom a fiamnál, érted, aki ezt, a, ő odakint ezt a francia szisztémát tanulta, és, és, és eszméletlen módon megy ez a dolog neki egyébként. De és, akkor, és akkor ő, ő, ő őne, neki ez működik, ugye? De a, a, nálunk a miszakmánkban egy nagyon nagy probléma egyébként, hogy az idézőjelbetett francia alapok szinte senkinek nincsen meg. Tehát nagyon kevés embernek van meg, nagyon kevés. Ide csak egy zárójeles gondolat. Múltkor ettem egy helyen táj ö, ételt, és azt mondtam, pedig sose voltam tájföldön, hogy ezen érződik, hogy ezt nem könyvből tanulta meg a, a sív lehet, ez hát lehet ez egy könyvből. Így. Nem tudom, nézd. Annak idején Te meg az voltam érszem, sért, volt, Hogy, ez annyira, annyira fasza, hogy ez biztos, hogy vagy kim volt, vagy egy olyan mester hát, igen, volt. Igen, az kétel, kell, az kell egyébként. De annak idején én azt mondom, hogy ő, a a hangzik, beképzeltségnek, de valami, de tényleg eszméletlen jó kínait csináltam. Tehát ez tényleg Ma is, Van egyébként ez, jó kínai étterem? Igen, a Wang, az egyetlen egy. Itt van. lakik ebben az épületben. Igen, igen. Ah, ez <laughs> az, tehát a bank. De de neki is csak a, a, a 14. kerületben, még az, az a Gizella út. Gizella ah. az, az, az az igen. Tehát ott volt. Ott top, én is. Tehát amikor akarunk menni, akkor mindig oda megyünk egyébként valami. Ő, 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 az, az, az én stílusomnak ő felel meg. Uh -huh. Tehát érted? És annak idején amikor én csináltam a kínait, akkor ugye meg voltam sértődve, mert sokan azt mondták, hogy ez olyan magyaros kínai. Tudod? És, és én nagyon meg voltam sértődve, mert tényleg tökéletesen tisztában voltam vele, és valós volt, hogy ugyanazokat az alapanyagokat használtuk, mint a kintiek. Tehát nem használtunk más. Tehát abszolút eredeti volt minden. De aztán később rájöttem, hogy miért mondták egyébként, hogy ugyanazokból a fűszerekből, ugyanazokból az alapanyagokból, mégiscsak az én ízlésem és az én számíze szerint lett összerakva. Tehát lehet, Aha. hogy a kínai több ö, csillagán is rakott bele, én meg kevesebbet, mert én nem szeretem annyira az ánist érte Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból biztos, hogy egy kicsit úgy arra felé ment a dolog, de a mai napig is elő nagyon sok vendég van még, aki mindig visszasírja azt a vörös-sárkányos kínai időszakot egyébként. Na jó, még a pénzre nagyon picit térjünk vissza. Igen? Van olyan dolog, amit nem tudtál megvenni, de is és, és már nem fogod tudni. Így nincs minden. Azt mondtad, hogy nincs te már, vagy, már kihúztál rajta mindent? Nem kellett kihúznom rajta, úgy elgondolkodtam. Meg Most, volt. Figyelj, mostanában, ahogy az ember öregszik egyébként, ugye sokat előjön a halál. Ha tetszik, ha nem. ez volt a plusz kérdés, amit fel akartam tenni. Mi a helyzet a halállal? A halállal kérlek szépen, azért tudod, hogy ugye nem telik el olyan hónap már, hogy valamelyik vaver vagy ismerős ne menjen el. Kérlek szépen. Akkor azért, ha tetszik, hanem egyébként ugye most van ez a, a, egy a... Jobban egyedül érzed magad akkor? Nem. Tehát, nem. hogy nem, nem nő az nem csak egyedül úgy, nem, 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 csak úgy nem. nem, Csak úgy én, én természetes dolognak veszem egyébként. Én hiszek, a, nem vagyok olyan értelemben vallásos, hogy templomba járok, mm -hmm. vagy valami. Nem vagyok, talán azt hiszem, nem vagyok Isten hívőse, de azt gondolom, hogy valaki van. Mm -hmm. Ezt hívhatjuk Istennek, Messiásnak, bárkinek hívhatjuk, de úgy érzem, hogy valaki van. Én szépen, aki intézi a dolgainkat, és meghatározza, hogy ettől eddig van, van ez intézi az egész. Intézi a dolgainkat, az egy picit olyan, mint a passzívvá tenne téged, de te azért mindig sokat dolgoztál, meg Ége. tanultál, ezt mindenhol elmondod, hogy, hogy hogy tanulás, tanulás, munka, és egy pici szerencse, de most, amit mondasz, az ezzel egy nagyon picit ellen, ellenem egy, hát, mert hogy intézi a dolgainkat. De nem, nem, az, azt intézi. Az a szerencse az... része lenne, nem? Nem, 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 nem. Azt mondja, hogy ettől eddig tart az időszakod, és ezt alakíthatod benne. Aha. Érted? De azt, hogy valaki azt mondja, hogy most van vége, abba hiszem egyébként. Érted? És aztán, á, amikor, amikor, így, így tehát az, hogy valaki elmegy, vagy valami, azt gondolom, hogy ennyi, ez volt neki megírva. Én ezt így, így rendezem le magamba, tudod. Ö, azt persze az én korosztályomban mindenki nagyon szeretné, hogy úgy hajjon meg, tudod, hogy, hogy este lefekszem, reggel nem ébredek föl. Ez, ez, a, ez a, az, az, életnek az egyik legnagyobb. Igen, legjobb halál, nem? Szerintem. ez. ez. Ennél jobb Ez nincs. Az az, nincs. Az, igen, ennél jobb nincs. Ennél jobb nincs. Nem. Nem. A, a. Volt egy barátom, kérlek szépen, aki reggel elment teniszezni, utána elment, volt neki egy barátnője, azt azt azzal voltak együtt, utána. <suklót> Mit akartál mondani? Ezt utána lement láttam, igen utána igen igen ott kiment a hajójával, fogott egy halat, azt megsütötte, megfőzte, kinyitott egy üveg vörösbort, leült tenisznézni, és hajnal kettő-háromkor elaludt. Ennél szebb dolgot nem tudok elképzelni, vagy valami kicsit korán volt, tehát nem volt túl idős. Ugye? És aztán a lényeg az, hogy, hogy a, most ugye mindig előjön, vagy van ez a Kominszki metód, nem tudom, hogy nézted netflix Netflixen egyébként, de érdemes megnézni, ez a 70 éveseknek a, a problémáit hozza föl, tudod, amikor, ezt, ezt mondja, ezt, ezt mondja, és azzal foglalkozik ironikusan, tragikusan, így, úgy, amúgy, de nagyon jó pofa az egész egyébként. És a lényeg az, hogy miután majdnem minden hónap be elmegy valaki, ezért, ezért ilyenkor mindig előjön ez, tudod? Tehát, hogy hát igen, vagyok, És akkor elkezd el foglalkozni ezzel a dologgal, tudod, hogy, hogy hogy is van ez, vagy mint is van ez. És akkor egy, egy évvel ezelőtt, vagy nem is tudom mikor, de lehet, hogy már régebben, a elhoztam száz halombattáról, és mondtam neki, hogy közben be, be, kell ugranom a temetőbe, mondom, mert oda készültem, mondom, hogy kiugrok a sír még hozzá a temetőbe, és akkor én kijáró vagyok. így. Nem, nem, sokat, temetőbe járó vagyok? Járó, járó, vagyok, szeretek. megnézem ott a Beszélsz a halottaithoz? Igen, igen. Ha van egy kosztolányi idézet a, a hajnali részegségből, azt mindig elolvasom, az oda föl van vésve egyébként. <laughs> ezt, ezt a, 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 a szüleid kérték? Vagy? Nem, nem, ezt én nem, nem, ők nem, nem kértek semmit. Ez csak nekem egy íző dolog. Az összes olyan nagyon közeli, tehát a nagypapám még, a nagybátyám még, és egy úgynevezett nagynéném, nagybátyám még, is oda van téve a, a sírkőnek a hátuljára porcelánból a kép, és akkor én ezzel így letudom a, uh -huh. a, a fizét, a, a, tebetőbe járást egy helyen, tudod? Uh -huh. Tehát ezt így megoldottam az volt. És kérlek szépen, a lényeg az, hogy elugrottam a, jársz, a bocsánat, gyerek. Mennyit jársz temetőben? Na, ha mondta egyszer. Uh -huh. De van, amikor többször. És és akkor, akkor és a Dani nem is ismerte a nagy szüleimet, tehát, tehát ők hamarabb haltak meg, és nem szeretett a többbe jönni egyébként, tehát ő nem az a fajta, és akkor mondta, hogy nem, nem mondom, Danika, figyelj, de most nem foglak hazavinni, meg utána visszajöjjek, nekem ez már be volt ütemezve, és hát, akkor egy olyan tíz percet ott el voltam, a öt percet sírnál, vagy valami, és utána beültem a kocsiba, és akkor. Bocsánat, ez annyira, ne arra, hogy megszakítalak, de annyira el akarom képzelni, hogy mi történik. Leülsz picit gondolkozol, előhozod a régi emlékeket, igen, igen, beszélgetsz igen. velük, kicsit igen. sírsz? Kicsit igen, kicsit igen. Kicsit igen. Kicsit igen. Egy idő ez, után jó, ézzel... ez meg könnyebb? Abszolút, igen, 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 igen. És megnyugtatja a lelki hogy milyen kurva jó gyerek vagyok, <laughs> milyen tízé <közé> vagyok, <laughs> tehát, hogy itt meg mindig így, gondolok rá, a. meg itt foglalkozok. Van egy pici ego nem hiszem. Nem van tudom, benne lehet, egyet. nem tudom. Ez nem, ez nem az túlzás Igen, és akkor, és akkor a fiam is azt mondta, hogy, hogy azt mondta, apa, hogyha meghalsz, majd én is kiárok hozzád. És ez és jó a érzés és volt? És... Nagyon. Egyébként igen. Hülyén jött ki egy kicsit, de nagyon jó érzés volt. <laughs> és akkor tíziozva... a... tud jól kijönni? Nem, egy nem, nem, ez nem tud. És és el... De a, lényeg, a, a pozitív az volt nagyon benne, hogy följött kettőnk között a haláról a szó, és akkor én elmondtam neki, hogy, hogy nekem össze ne szard magad, ha meghalok. Tehát mert elsősorban magadat sajnálod, hogy mennyivel kényelmetlenebb lesz neked mostantól vagy ez esetben mondom, az az igazság, mondom, figyelj, hogy, hogy, hogy azért ne sajnáljál, vagy valami szépen, mert és akkor, akkor jött szó a bakancslistáról, hogy ha most nekem azt mondaná valaki, hogy Lajos, van egy négy hónapod, és gyorsan még csináld meg azt, amit, 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 akkor nem tudnék mit csinálni, érted? Tehát, hogy nincsen ilyen dolog. Megkaptam mindent, megkaptam a szerelemtől kezdve mindent megkaptam egyébként, és ezeket a Számoltad, földi Bocsánat, nem, nem passzol teljesen ide, de a, a, a nőknek a számát összeszámoltad egyszer, ez ugye? Nem, érdeke? nem. A mi sok nő van, tudod. Nem, tehát, a, nem úgy értem, tehát, hát a, a, hogy mennyi nővel voltál. -e? Az persze, hát azért mondom, hogy sok nő van. Tehát egy nagyon könnyű, a misztakmában könnyű kapcsolatokat teremteni, vagy valami. Tehát volt ennek két Nem, számára, mert ezeknek különösebben, ezeknek nagyon soknak nem volt jelentősége. Nagyon soknak csak ilyen egyest és volt, vagy valami. Azért, mert akkor pont jól éreztük magunkat, és akkor annyi. Hát jó, de az is az, is egy, az, 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 is az élmény is igen, igen, igen. Az élménynek igen, de, de, azért nem ragad meg benned annyira. Uh -huh. Tehát sok olyan van, aki nem ragad meg. Uh -huh. Az egy bunkó dolog biztos. Szóval meg, meg volt minden, igen, megvolt minden. Tehát, hogy nincs, nincsen különösebben, amire vágynék, érted, vagy valami. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy, és azt hiszem egyébként, hogy, hogy és ez biztos majd kiveri meg én jó pár emberre a biztosítékot, hogy kevés ember mondhatja el ezt magáról, hogy, hogy, megkapott mindent, amit akart. Most vagy keveset akartam, érted, valami. Tehát nekem mindig, te, te, egy nagyon egyszerű dolog kérek szépen, elzete. a legelső bokuszdóra, amikor kint voltunk a Széltomival, a Belgiumba, ott volt az első ilyen verseny, és mikor jöttünk vissza fel, akkor mi a Tomival jöttem a repülőn, és ezért, és akkor a, a, kimentünk a reptér, és 10 perc alatt bekerültünk. Tehát semmi nem volt. És akkor maradt több mint két óra hoztánk vagy és akkor úgy mondom, akkor egy kicsit shoppingolunk, mondom a Tominak. A Tomi azt mondtam, hogy azt mondja, figyelsz, hogy én. Én nekem elég volt az egész, hogy leülnék, azt mondja, itt van egy söröző, azt mondja, itt el vagyok, már gyere ide. Hát a mellett, hogy ilyen nagy cipőbuzi vagyok. Mondom neki, hogy ott van egy Moreszki cipőbolt, mondom, mondom figyelj ide, öt percet bejössz velem, be, bemegyünk, szétnézek. Fűzted a szél, ugye... Tamás, hogy cipőt vásárolni. Nem, de igen, de mondtam, hogy csak utána jövök veled ide ki. Na, nekem is csak öt perc kell. Én kedves meleg párnak tűnt. Igen, a pának. igen ne, és a <laughs> izért, és csak nem. És akkor izért, és, és kérlek szépen izért. És bementünk, és így ránéztem, a, ott volt egy sötétkék, mondom, Csajnak 41 és feles van, azt olyan van, mondom, akkor kérem. És megvett, ki, kimegyünk, Tamás nem, nem, nem talált szavakat, tudod, azt mondja, hogy, hogy, hogy fő se próbáltad. Hát nem mondom, Tomi, hát figyelj, tökéletesen tudom, hogy ez nekem jó lesz, érted valami. Tehát nincs, a fazonról meg mindenről tudom, hogy meg mit kell venni. Azt mondja, na de hát azt mondja, valójában 470 euró volt. Mondom, igen. Azt mondja, de meg se kérdezted az árat. De hát mondom, papa, azért vagy séf, hogy a, ami megtetszik, azt megszerezd. Ezért vagy séf. Igen, tehát egy séf, egy séfnek, séfnek ezt a ez nem lehet probléma, hogy 500 euróért van kitéve egy cipő. Lehet, hogy probléma, de hogyha nekem 500, ha tetszik a cipő, és 800 van ráírva, én akkor is megveszem. Érted? Alkudni szoktál? Nem. Nem. vannak olyan országok, ahol igen. Tájföldön, tájföldön, imádom egyébként, és Törökországban is. Na, a törököknél például volt, a vettem egyszer egy a szőnyeget, kérlek szépen azt tudom, hogy tíz napig alkudtunk rá. Annyira <laughs> Amin, sok volt? Na, nem, úgy érsz, az, hogy ez, a, ez a meccs része? Nem. Ez a meccs része volt egyébként. Az alkúnak van egy nagyon fontos része ezekben az országokban egyébként. Kultúrája. Igen. Hogy elhitest, hogy vevő vagy. Uh -huh. Abban a pillanatban, hogy ő megérzi azt, hogy te nem csak szórakozni állsz, hanem te egyébként vevő lehetsz, érted, valamit, tehát be, abban a pillanatban meg, megmozdul minden más egyébként. Tehát azt például néztük ezt a szőnyeget egyébként, aztán 2400 márkáról 1200 vagy 1400-ért vettük meg a végén, szépen. és kérlek szépen, nézni, de minden este, amikor mentünk be kemerbe, akkor ott, a, má ott ízért, hogy hallo, <laughs> és akkor egy kis teja, egy kis ad, és akkor és megint leültünk, megint nézettünk, megint elővett 8 10 vagy valami ez, ez egy, egy, dí volt, egy egy volt. Szóval. Szóval. És én élveztem nagyon egyébként, tehát Tájföldön is ott, ott, ég, ott elsősorban ékszerre. Ugye, a tájföldön ugye, tehát ott vannak ugye az ám nagy átbaszások is egyébként, ott ugye, mit tudom, délután kettőkor mentünk a repülőtérre, de azért még délelőtt kimentünk a, a strandra, tudod, vagy a, a, partra, érted? És akkor jött a ízés, hogy hát van neki drága tudod, hogy szafír meg vagy alam. és akkor elindult a licit vagy alam. és akkor én már nem tudtam, hogy lerázni, mit azt mondta, azt mondta, hogy ezer, tudod, érted? Már lementünk ezerre, nyolc ezerről, vagy teljesen minden van, és, akkor, és akkor mondom neki, de mondom, két órakor utazunk el, azt mondom, akkor száz. <hállt> <hállt> tehát ugye, hogy hamis tartatok. Tehát voltak ilyen ezek ezeken a helyeken kifejezetten szeretek alkudni egyébként. Tehát ez, a, de különben nem. De van kérlek szépen egy, 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 egy barátom, kérlek szépen, aki imád alkudozni. Tehát ő, ő, ő aztán bárhol vagy hanem. És a, akkor, amikor a, a fiam megszületett, akkor a, a, a hédinek akkor az volt az, -e, hogy, hogy szeretne egy szép nercet, és akkor mondom azért a Tominak, hogy hát mondom, és ő az ő feleségnek volt vagy ott, érted, tehát hogy otthon volt a nercben, nagyon mondom, gyere segítsen, már mondom, hogy. és a Váci utcába bementünk egy ilyen helyre kérlek szépen, ahol, amit az életben nem gondoltam volna, hogy Szóval, hogy jobb, majd ő Izrael. de mondom, tudom, amikor mit akarsz itt alkudni, itt a Váci utca hogy már ezt mondom, ez egy osztrák cég, mondom, mert <laughs> mit ez az, azt mondja, hogy épp azért. Épp a... Te. És azt hiszem, 700 valány ezerről, 440-re vagy mennyire. Tessék. Le, le, Te lehézzét csak mert mondta, hogy ha... Tudod, mi a ha, legrosszabb ha... kérdés? Ha... Amit vagy... fel se teszel. Mit? Igen, igen. Hogy, hogy kérlek szépen, akkor, és akkor az volt a tétje, azt mondta, hogy ha jól elkudom, akkor a gundelbe egy vacsora. Mondom, jó, oké. <laughs> Két javad, tehát, hogy még ott is lehetett. tehát mindenhol lehet egyébként, vagy nem, gondolom én. Én nem szoktam egyébként azokban az országokban, ahol ennek tradíciója van, uh -huh. ott szoktam egyébként. De a piacon például látod, a, ott, ott igen. Tehát amikor mit törvén oda megyek a gombáshoz, vagy valami, akkor... Is, Tényleg, rob, ilyen, rob, ilyen, rob, ilyen, tételeknél is alkudsz. Persze, és akkor amit bősz. tudom és akkor érzed, és, és akkor ugye a gombák nagyon fölmentek, tehát ez a vadon szerint, nagyon drágák lettek, és akkor mondom neki, hogy akkor jó, oké, okay, most 4000 forint kiló, és akkor azt mondom, figyelj, mondom, a 2005-ért megveszem az egészet kilóját. Csak a, ugye, és akkor, hogyha ez már szombat délután van, két óra fele, és meg ott van egy halom gomba, tudod, akkor úgy is ki fogja dobni egyébként, vagy hmm. mondom, és akkor megveszem. Tehát ilyeneket szoktam egyébként, igen. A témát még egy dologgal zárjuk le. Igen, hogy milyen temetést szeretném. milyen temetést? figyelj ide. Nem szeretsz róla beszélni azt a De, 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 szívesen. Ne, hát én sem leszek róla szívesen. Csak de én szívesen beszélek róla, nem lehet. Először is ugye az urnám az már megvan. Ja, tehát akkor el akarod magad. A igen, 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 és, édesanyámnak a kuktája, ami, ami volt, az lesz a az lesz, nehéz. Ugye Még egy kérése van a család felé, hogy otthon van egy rohadt nagy kő, mondjuk mint az a pult ott, egy ilyen nagy, hogy amikor ebbe a házba beköltöztünk, ugye egy olyan 7 éve lakunk most itt, és ugye előtte túl nagy volt az előző ház, és akkor láttuk, hogy ott maradunk ketten, nem hiszem, hogy... 300 nézetméteren kellene kergetni egymást, vagy elem, és akkor építettünk egy 110 nézetméteres házat, és kérlek szépen, és akkor a haverok mondták, hogy <kül> hát akkor majd mit hozzanak a ház szentelőre, vagy mondtam először is, ki mondta, hogy lesz 100 szentelő, vagy eleme. de hát csak kiprovokálták azért, és akkor mondtam, hogy én nekem egy kérésen van, hogy abba, ebbe az új házba senki nem hozhat soha semmit, se egy üvegbort, se egy könyvet, semmit, mert itt mindennek most megvan a helye, nem, nem, nem szeretnék változtatni rajta, hogy alap... Csetreszeket gyűjtesz? már el? nem, nem már, nem, már nem. De ami nem. van, volt vannak, az vannak. Megvan, vannak, vannak. Hát a véve, apámnak a az órája, a nagypapámnak a boros pohara, a villája, amivel levet. Jó, de az ezeket, ezeket még használod is, nem? Persze, Tehát igen. ez nem, nem cset pontosan... nevezem csetresznek, azt nevezem csetresznek, ami... Ne, azokat már nem, már nem, 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 pontosan már nem. Tehát amennyi, amennyit itt, most így elfért, és úgy beraktam, az, Aha. de nagyon sokat kiszórtunk, rengeteget. És kérlek szépen, és akkor hol tartottam, várja. Hát a házszentelő ne hozzá. És akkor csak mondtam, hogy mondom, hozzatok egy ilyen rohadt nagy követ. Tehát az került a legtöbb egyébként, azt hiszem 60 ezerért szállították ki, és 20 ezerért darúzták be, vagy valami keresztül. Tehát ez az egyetlen egy ilyen volt, úgyhogy, és akkor azt mondtam, hogy ez a családnak, hogy ezt mondtam a gyereknek, meg a feleségem, hogy itt ez, mert a kő, itt a kő alá rakják be a kukát ássanak oda egy gödöt, és a, egy az a ház. Persze, hozzá. így van. De ad a, a más is fog egyszer majd költözni. Nem fog. Hát meg... ott fogod kísérteni hát majd, kiveszi, majd kiveszik, akkor azt elviszik. Hát de ott fogod mit, őket kísérteni. Nem nem baj, hát amikor reggel kijönnek, a hogy az, 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 az öreg, ott van a helyzet, De mindegy, de a lényeg az, hogy a kukta az már megvan, vagy lehet, hogy ezért fog valaki oda költözni. Az is lehet egyébként, ki tudja, kérlek szépen, hogyha, tehát az megvan. Én megvan szépen, hogy egy, egy volt osztálytársamnak, a Husinak, Pelényi Márti, pici, volt a, neve, a, a, a ő úgy oldotta meg a temetését, hogy, hogy csinálta egy temetést csak a családnak, tehát ugye de, de tényleg csak Ezt a meg gyerek. Meghagyta végrendelet? Igen, igen, mind, mind, mind figyelj. Van Olyan már bég... végrendelet? Tessék, nincs, még nincsen, nincs, nincs <laughs> de, de ez sem végrendelet, és akkor le volt írva, hogy mi legyen a dolog, és akkor a, azt hiszem Pilis, nem tudom hol, valami kőbányába, de kőszínház, van valami, nem tudom, ott, volt, a, egy, csinált egy megemlékezést. Aha. És a megemlékezés az le volt írva. Kiket hívjanak meg, kik kizélnek, vagy valami kellek szépen, és szóljatok a Lajosnak, meg a Vilinek, hogy főzzenek egy, egy kecskegidából egy palóclevest, egy 40 igen, egy és akkor be, bele volt írva, hogy a menü mi legyen, mindent. Tehát, és akkor ott, voltunk a és ugye a, tiszteletes mondott egy, 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 egy Rövid, nagyon rövid beszédet, tehát nem volt ilyen nagy vallásosság benne, vagy valami, csak És utána, azt hiszem, hogy a metódistáknál van egyébként, ott láttam ilyet, hogy utána, aki akart, oda ment és mondott valamit. Uh -huh. És akkor a, a számomra elég jól ismertem egyébként, ugye? és tartottuk a kapcsolatot is, alem, és, hogy ott, ott derült, hogy mennyi mindent nem tudtam róla. Tehát ott, akik meséltek, tudod, tehát hogy úszott, kérlek szépen, ilyen, az öreg, öreg a versenyszterűen táncolni járt, kérlek szépen, tehát ilyen nép, népi táncra, akkor járt, így, nem tudom, azt hiszem, hogy Szambára is, vagy valami, akkor mit, de rengeteg, tehát ott olyan dolgokkal foglalkozott, tudod, hogy valami elképesztő, valami, és akkor ott, ott szépen úgy följött, de nagyon jó volt. Hát ha lehet azt mondani egyébként, tehát a Willyvel az egyik volt séfemmel voltunk kint, és a willy nagyon szerette a husi, ő mindig úgy hívtuk, hogy a javasasszony, mert ott az erdőbe rengeteg ilyen növényeket szedett nekünk, tehát a medvehagymától minden megvált, és akkor ezeket mindig hozta, és akkor, mikor nem volt úgy annyira pénze, vagy valami, akkor, még ha nem kellett, akkor is megvettem tőle egy vagonnal, vagy valami, csak hogy segítsük, vagy valami kellett szépen. És a vili, és ezáltal ő is kint volt, és azt mondta, hogy ő ilyen jól temetésen még soha nem érezte magát. Tehát, ugye ez hogy, na, rendkívül morbidul hangzik, vagy valami? Nem, nem, ez nem de, de, ilyen létezik. De, nagyon, nagyon jó volt. Tehát, hogyha, ha lehet, akkor én egy ilyen izét kérek szépen, kijön a feleségem, meg a gyerekem, aki két gyerekem a, a sírhozott, eleraknak majd, vagy valami, és utána valahol egy semleges területen egyébként, semmi köze nincs a temetőhöz, meg az urnához se egyébként, nem, vagy valami, mert úgy itt se volt urna, vagy valami, Aha. tehát a temetés, meg volt. egy ilyen megemlékezést érted, ahol, ahol egyébként egy buli. Aha. Érted? Ahol lehet, az ja, erről szól a halott Milyen zene szóljon? Milyen zene szóljon? Szóljon zene? Igen, hogy az Isten menek. Cohen és Easy Igen. <laughs> az Easy nem lepődte meg a cohen egy igen, 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 a Cohen nagyon szeretem. Azt. Tehát, hogy figyelj, hogy az, hogy éle, az, életben, ugye, én a, 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 nagy része már idáig nem jut el. Tehát tudod, mondok, téged foglak idézni. Simán leszarom. Igen, <laughs> Mert igen. Mert annyira jó hallgatni. Te ezért, hogy a, a, a a Göncipál utcánban volt a fiú kollégium. A, nem sietsz, ugye? Nem, rá, ez a fiú a, a, amikor középiskolában jártam, ez ott van a Nagyvásárcsarnoknál, vagy valami, és ott a kávintér mögött volt a képzőművészeti szakközépiskola, ahol a benkódik Dixielen játszott minden szerdán este. És akkor... Én, én ott bekerültem, és akkor ott, ott engem ez, ez a fajta stílusú zene, a Dixieland, a jazz, ez azért az fiatalon ott megfogott, és nagyon sokáig, több mint tíz évig jártam oda egyébként, szinte minden héten vagy valami, úgyhogy az egy nagyon jó dolog volt. Hát innen jön a Cohen felé való, való én úgy hogy hát mit tudom én, biztos, hogy szeretném, hogyha lejátszanák a Hobótól a József Attilának a hetedik, című számát kérlek szépen. Ezek, ezek voltak. Ez az, az egy, az egy az, szép igen, az igen, 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 Ez egy nagyon jó dolog. Tehát, ugye, tehát azt hiszem, hogy így ennyi elég lenne egyébként, vagy valami, és akkor mit tudom én a fiam csináljon egy jó bulit, csináljanak, főzzenek, ezt legyen pia bőven, legyen és akkor vagy szígyanak, vagy dicsérjenek, tök mindegy, csak beszéljenek rólam, kész. Ennyi? Volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy halottról vagy jót, vagy rosszat. Igen, 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 igen. De, de igen, igen, mert azt, azt kell egyébként. Tehát, hogy szerintem ugye a halottitornak azt gondolom, tehát ezzel nem mondok nagy dolgot, egyébként az a lényege, hogy magát a, azt a keserűséget és azokat a helyzetet, amit a halál maga okoz, azt kibeszélhetek, és feloldod, feloldod, és kimegy belőled, vagy valami. Tehát én egy ilyen temetést szeretnék egyébként, mit tudom én, a térden a focballpályám, vagy mit tudom Érdem -fotba a fotballpályán? Nem is tudom, hogy van érdem -fotba a fotballpályán. <laughs> de, 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 biztos, hogy valami, valahol valamit majd, majd idővel, ahogy jön a, jön a íző, akkor azt mindenféleképpen persze nem lehet, sajnos ilyet nem lehet ízni egyébként, tehát, hogy, hogy ha azt mondom, lenne egy olyan tabletta, tudod, amit, amit ezt hozzá lehetne jutni, hogy, hogy mit tudom én, este tízféle vitamint kirakok, és ezt bekeverem közé, és beveszem, és nem tudom, hogy most bevettem-e, vagy nem, vagy valami, és reggelre alaszom. Nem szeretnék szenvedni. Tehát nem mm -hmm. szeretnék másnak a terhére lenni, nem szeretném az emberi időzelbetett méltóságomat tönkretenni. Tehát azt a, azt a jó 70 évet, amit én leéltem, mert nekem rohat jó. ez akarod Ez egy rosszat? Egy szarféle egy évvel, egy, egy szar fél egy évvel ah. elbaszni egyébként, vagy valami. Például ezt félsz az ezt, ilyen, hogy demencia? hogy az Isten van, az a legszarabb dolog. Ugye? Az ez borzalmas dolog. Ugye? Tehát, hogy a, 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 kislányomnak a nagymamája az első házasságomból, ugye, az, az, az demens, és fog, azt se tudja, hogy hol van, hmm. hogy mi van vele, vagy valami, és akkor mondom a, mondtam a lányomnak, hogy, hogy miért nem rakja be egy ilyen öregek otthonába, vagy valami, vagy vannak ilyen izék, vagy valami, hmm. és mondta, hogy hát ezt nem is lehet már ilyenkor berakni egyébként, szinte, szinte lehetetlen, vagy valami, de ahova meg belehetne rakni, akkor oda, oda ő, ő, oda nem teszi be, és, hmm. akkor, és akkor mondtam neki, hogy Ágékám, teljesen mindegy, mert, mert a, a, nagyanyád tök mindegy egyébként, hogy hol van. Fogalma nincs a világról, csak egyébként lélegzik és eszik. Ennyi az egész egyébként valami, és akkor azt hogy nem, nem, tudja megtenni, vagy valami. Mm. Pedig én azt hiszem, hogy, hogy az, lenne, az, az lenne a megoldás. Tehát, ha, a te helyzetbe ha körülök, akkor, akkor, akkor rakjanak be, és hagyjanak elaludni, vagy néha nézzenek meg, az kész. Nem, 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 Fölösleges. Figyelj, én nekem van erről egy nagyon hülye sztorim, eltört a bokám, és két hónapig, másfél két hónapig voltam fekvő oh. És kérlek szépen, és és kurvára fájt meg minden vagy alam, és akkor hát berendezkedtem még az előző házban, nappaliba, tudod, és akkor ott fizettem. És akkor az első héten, tudod, akkor még a, 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 a nejem, azért, hogy a mit kész, mit mi előtt elmegyek, vagy valami, azért, mit, mit csináljak itt, vagy valami, de egy óra múlva jövök, de mi, tudod, tehát ugra bugráltak ott körülöttem, vagy valami. Majd két hét, eltelt már két hét, tudod, és akkor mit mondom, hogy a mielőtt elmész, a kék pólómat majd dob le, vagy valami, mondom, azért, azt mondjam, lehozzam, nem erre a kékre gondoltam. Azt mondja, <síns> nem mindegy, hogy mi fekszel. Tehát két hétig tartott ez a fú, tudod, azért, jól, mert, egy idő után, ha tetszik, hanem Te ter... de... hogy terhessé válik a dolog, mm. érted? Mert már tele van a tököd vele, és ezért mondtam nekik, hogy az új házba, hogyha építünk egyet, mondom, biztos, hogy olyan lesz, hogy a, a, a tolókocsival be tudjak menni az új ujház... szóba, minden, hogy ne kelljen szívességet kérni, ne kelljen, ne legy, ne legyél rászorulva. Egyébként, egyébként, tudsz szívességet kérni? Szoktál? Igen, egyébként Te igen. nem, nem, probléma, nem nem, 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 de nem szeretek. Nem Na, szeretek ez azt hát Kérni nem fáj, nem, nem szeretsz, Nem szeretek, tehát ha fiához szükség úgy hozza, akkor kérek, persze, uh -huh. hogy a fenében. Mikor kérti otthon a szívessége? Ó, hát nagyon sokszor, de, de most visszakapom a fiamtól azt, amit én adtam az apámnak egyébként, hogy ugye apám uh, ilyen nagy kertbarát volt, vagy valami és mindig mondta, hogy segítsek ezt, vagy am am, azt, hogy De nem fű, nem volt nálunk egyébként. szőlő volt, vetemények voltak, tehát sok ilyen, ezért, és akkor mindegy, hogy és akkor a, akkor a, szegény anyám már hónapok óta panaszkodott nekem, hogy az apád tudott, hogy szíve, szíve is izél, vagy valami, és akkor elnézett, hogy ott a permetezőt tizél vagy valami, akkor elmentem, vettem egy japán permetezőt, amit nem kellett más, csak így megnyomni a gombot, és akkor járhat-e valami, de akkor se szerettem segíteni neki, érted, vagy valami a kertbe vagy valami. És most ugyanezzel a fiamnál, amikor mondom neki, hogy mondom, figyelj, mondom, hát kigyomlálhatnád a ízé között ha izé között a füveket, és, és akkor nem, hát el, el po, neki most nincs rá ideje, vagy valami és aztán már nem is kérem meg rá egyébként, hogy alapján. Még mielőtt elkérem majd a számát, yeah. record, ő is ilyen hedonistának tűnik, mint te vagy? Abszolút. <laughs> Igen, azt, azt hiszem, ugye tehát, és soha nem szerettem, vagy persze, hogy az ember hogy nem Tehát a minta az fontos. Így, így, van, pontosan. De tehát, akkor hogy, apád is ilyen volt? Nem, nem, apám nem volt ilyen, ez, de ő, ők ő is így vendéglátós és kereskedő volt valami, tehát hogy ez a része így megmaradt benne, az én véletlenül lettem. Szerintem az apai nagyanyám volt Aha. ilyen, mint én. Tehát így, hogy az ez őt... lehet, hogy genetikával jön? Biztos. Biztos egyébként. És ezért, és akkor, tehát az biztos, hogy olyan mintákat gyártottam, időzelbe téve gyártottam a gyereknek, amire, amire előbb-utóbb ráharapott, vagy valami. És aztán a, 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 amikor úgy éreztem, hogy elértem a célomat egyébként, tehát ugye van, mert azért csak dolgozgattam rajta, hogy finoman vagy valami, mit látott, hogy az apja sikeres, jól élünk, jól ide megy, oda megy, amoda megy, itt ismerik, ott ismerik, ez mindenkinek tetszik, hogy vagy Ugye, és akkor ezért, és akkor, akkor egyszer bejött hozzám este, kilet kilenc fölti fele a bogbisztróba, fölhívott, hogy, hogy megyek mostanában haza, mert akkor haza jön velem, akkor nem buszozik, vagy arra. Mondtam, hogy jó, gyere. Nekem soha nem kaptam meg az autómat például. Tehát. Már hogy soha nem kaptad meg az autódat? Nem, nem, nem. Az én autómat ő soha nem kaptam milyen meg. Milyen autód van? Egy X5-ös, de soha nem adtam neki oda. Most már odaadom neki. Hogy ezt 24 ezt éves, ez 24 20... éves, Én hát 24 év alatt is adnám az X5-ösemet. Érted, de soha nem adtam neki mi volt a legjobb autód valaha? Ez az X5-ös volt. Tényleg? Legjobb, igen, 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 Erős? Nem, én motoros vagyok. Motoros Aha. vagyok És milyen motort vezetsz? Most ugye, ugye 60 éves koromban letettem a motort, akkor volt egy elektrográj sztenderem, egy Harley Davidson, és most pedig visszaültem. Bocsánat, itt igen ezek, mert hogy láttam azt igen, az interjúra, aki de, nem, tehát volt igen. egy Harley Davidson. Igen, de előtte volt még öt más egyébként, Aha. tehát egy Honda rebel kezdtem, aztán Honda Shadow, aztán egy négyes intruder, egy ös intruder, és utána jött csopper. a izvel. Csopper. mindegyik csopper volt. Aha. Tehát mindegyik csopper volt, mindegyik ugyanaz volt, de utána jött a Harley, és aztán most ugye visszaültem a izlére, ugye, ugye, mikor 60 éves voltam, akkor 59 éves voltam, akkor volt egy baleset Horvátországban a csapattal, akkor ott összeszartam magam egyébként, nem velem, csak a csapatban voltam, aha, engem, nem, 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 volt, de, de nem volt senki. Nem, nem, nem az, de okay. én, én akkor ott az engem nagyon megviselt, és akkor azt mondtam, hogyha egyszer a jó Isten engem, akkor éle, imádkoztam életemben először a Jó egyébként, igen amikor mentünk haza éjjel, ugye a két haverom ott volt a a kórházba, én délután négytől éjfélig én voltam velük a kórházba, vagy alam, és akkor az engem tényleg megviselt a dolog. És ott a mentünk haza, még lejött a bóra, kicsikét úgy megtolta az ember, tudod, ugye ezt ez a, ég, a szél, ugye? A szél, igen, igen. igen. És akkor ízért, ide jött, beszartam. És ez, és csak ez mot a motorosoknál van? Csak ez a bóra? Nem, a bóra, nem, nem, ez a vitorlásoknál van elsősorban aha. egyébként. Tehát ott, 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 ott ez, ez, egy olyan, mint egy fal. Tehát nem igen. így fúj, hogy így, hanem mint egy fal és kérlek szépen, és akkor azt mondtam, hogy ha egyszer a Jóisten engem minden haza segít, akkor soha többet nem ülök motorra. Hazajöttem, és másnap reggel letoltam a motoros boltba a motort, és eladtuk. És hát a család nagyon örült neki, feleségem különösen egyébként, ugye, lemi és aztán tavaly előttig tavaly előtt akkor már elkezdett megint én, izéba, de hát azért, mivel hogy hiszek az ilyen sorszerű dolgokba, ezért ugye nem mertem belevágni a motorba, mert hát a jó Istennek mégiscsak tettem egy ígéretet, vagy valamit, és ezt izéba. És ugye hát, hogy a villányiakkal járunk síelni, mindig jön a izés a, a plébános az atya, Ágoston atya, és akkor mondtam az atyának, mondom, hogy atya, ide figyelj, mondom, de Tettem ezt az ígéretet, vagy valami, de hát arra gondoltam, hogy ha, ha, ha egy trájkot vennék, ugye az az háromkerekű. Az, az az háromkerekű vagy valami, de ez a széria gyártás, és nem ez az épített hosszú, íze, vagy valami kerekszekben. A ja, hát Elő van kettő, nem? Nem, el, hátul van kettő. Hátul, hátul van kettő, kettő, igen. És akkor nézze, és akkor, és akkor azt mondta az Atya, hogy a kötés megvan a jó isten és közted, ezt a mai napig nem tudom, mire gondoltam, majd meg fogom kérdezni tőle. Hát megvan a kapcsolat, kapcsolat szerintem kapcsolat, igen, igen, szerintem hogy, is. Hogy te rende, látod hogy, az, az Istent, az Isten is lát téged, igen, szerinted szerinted az vezet, kéz, És azt mondja, és ha megveszed a motort, lejössz, megálljuk a motort is, meg téged is, és akkor onnantól szerintem azt mondja, hogy ez így rendben van, nyugodtan üljél vissza, akkor így a vagy alá, és így kerültem vissza a motorra egyébként, tudod? úgyhogy... De aztán megint valahonnan elkalandoztunk egyébként, talán a többit nem számolom már. Egyébként is ezek fáradtak, nem fáradsz? Nem, nem, én bírom. Félek, ez 4-5 egy... órát, vagy vágatnál ki fogom. 4-5 órát, órát el tudunk így ezzel diskurálni egyébként is kurálni. Hát egy úgy, ennyi hogy... élményanyaggal azért van. De az van. azért valahol mégis meg kell szabni a végén. Így van. Úgyhogy a halál lett volna a Visszamentünk. Igen, na igen, tehát ez a és akkor végül is, ugye, tehát. Lényegében akkor a fiammal is megbeszéltem ezt a dolgot. Bár Dani mindig izéli tudod, hogy most vagy, ha nézek ilyen hasonló témájú filmet, tudod, akkor mondjuk ugye megkönnyezem egyébként, és akkor Dani mondja, ezt a Faterman megint temeti magát. Érted, izével? Vagy alemi, de igen. igen. Egyébként szóval... szentimentálisabb lettél a, a, a érdekes, hogy a utána a szüleim meghaltak utána. Ó, de érdekes. Tényleg. Ez egy érdekes. Tehát soha nem sírtam előtte. Vagy lehet, alami. hogy az volt az és első ilyen is... igazán meg talál... Azt mondják, hogy ha a szüleid meghalnak, akkor. Leszelül nősz föl, föl, nősz föl, hogy igazándiból nagy kapcsolat nem volt köztünk. Tehát, ugye én 14 évesen elkerültem otthonról, apámnak az egész élete arról szólt, hogy bebizonyítsa, hogy a, a kommunizmusban is talpra tud állni, vagy valami, eléggé sokat. meghurcolták az öreget, vagy alam, és de sokat nem foglalkozott velem. Tehát hajnalban elmentek, este későjöttek mm. jöttek haza. Engem 7 éves vagy 8 éves korom még a nagypapa nevelt, én nagypapa fan voltam mm -hmm. mindig. Tehát nekem a nagyapám volt az Isten. És a és... Izértés... Ő a békés megyei igen, igen, igen. Hol igen. pontosan? Gyulán születem, de ez mezőgyen. Békés Csabán? Te, te békés Csabán? Na, Na figyelj, akkor te tudod föl? Tehát Geszte tudod, hol van, akkor Persze. ott van a gróf tiszakas, ez mezőgyen ott van mellette. Egyébként, igen. Szegélyk, akkor... vennék, egyébként. igen, egyébként abszolút így van. igen, igen, és akkor én ott mezőgyámban öltem fel egyébként. De... a mai napig is egyébként azt mondom, hogy, hogy nekem a, legnagyobb, tehát az, az elképesztő, hogy sokan nem hiszik el egyébként, ugye? Tehát, hogy ugye, hogy Petőfi, mikor azt mondja, tudod, hogy a, a rónaság, tőle, tehát, hogy ahogy, ha vonattal megyek, és sokszor szoktam menni vonattal, mert hamarabb leérek egyébként, mint kocsival. Persze. Vagy azért, hogy szolnokot elhagyom, és kinézek az ablakon, és akkor engem egy eszméletlen nyugodtság fog el. De meg is illetődtél. Igen, most igen, címény. igen. Ez csodálatos. Az, ezek ez jó dolgok, tudod. Tehát, hogy látod a tanyákat, és látsz nagyon sokat, nagyon, nagyon sok fele, nagyon sokat. Az, az, az egy nagyon jó dolog. a <sup> <sup> <Igen>. <sup> Nem, mert elképzeltem, mert én is, mikor közlekedtem. még Békés Csavára. <sup> <Baz> meg. <sup> <sup> Igen, szóval, hogy, hogy nekem, nekem ezek sokat jelentettek igen. egyébként. Igen, tehát, Én hogy... nem volt a Na, hogy... Igen, szóval, hogy, hogy ezek, ezek, ezek jó dolgok egyébként, és hát, tehát a lényeg igen. az ugye, hogy tehát nem volt igazi nagy kapcsolat a pályán. Kocsival és, nem ugyan olyan egyébként. Nem, nem, teljesen más. A helyzet, mert a, vonatba akkor van időd rá, érted, meg, ezért, meg, meg el is tudsz gondolkodni, meg sok mindent tudsz csinálni. És, és ugye, mivel hamar elkerültem otthonról, de amikor utoljára az utolsó, az előző feleségemet otthagytam, akkor megint ki kellett költözni az anyám, és az utolsó 6-7 évet, amíg még éltek, azt ugye együtt éltük. Egyébként az alatt, az id alatt építettem fel én az előző új házamat. Uh -huh. és, és azért, na, akkor kerültünk közel egymáshoz, vagy valamit. Tehát ugye az, az egy ilyen rendszer lett egyébként ott, hogy minden nap együtt reggeliztünk, hát hogyha nem 10-11 órakor keltem fel, akkor mindig megvártak a reggelivel, és akkor reggel mindig volt egy fél órás, egy órás, másfél órás beszélgetés, hogy mi történt, mi van, hogy van, mit kéne csinálni. Így csinálod kéne csinál... ezt a családoddal? Ne, nem, 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 nem. nem. ez Lehet, jó? Nem? Nagyon. Amíg, a gyerek nem, amíg a gyerek nem volt iskolás, addig igen. Addig mindig együtt reggeliztünk, és igen, ez és volt hosszabb elemen. volt az élelő. Igen, hosszabb volt az életed. Ugye addig, amíg a Dani el nem érte azt a, tehát amíg le nem érettségizett, addig minden hónapban volt három körülbelül, de lehet, hogy négy, három ilyen fiús napunk. Tudom, amikor reggel mi kilenc, fél tízkor elmentünk a gyerekkel otthonról, ketten, és akkor este tíz óra fele jöttünk haza. Ez volt mindig a mi napunk, ami, ami rendkívül jó dolog egyébként. Mindenkinek tudom ajánlani, bárkinek egyébként. Az első egy-másfél óra után nyílnak meg a gyerekek, tehát addig azért nem és másfél-két óra múlva megtudsz mindent. Érted? Tehát ez egy fel, de csak kell tudnod nem reagálni a dolgokra. Uh -huh. Tehát, hogy akármit mond, akkor. tehát, hogy. Jó, fizet. És akkor ugye mindig elmentünk. Be... egyszerű volt a dolog, ugye, mert elmentünk biliárdozni, tehát keresztünk, utána elmentünk, megebédeltünk valahol, imádja a gasztronómiát, tehát már akkor is, és akkor utána elmentünk délután egy vagy két moziba, és akkor, és akkor utána megint esetleg. Nem lehet hogy az rossz apa vagy. Nem, nem. És akkor azt mondtad, hogy nem vagy jó apa, ezt mondtad á, az elején. Hát ezeket. igen, de hát biztos, hogy vannak De ez jobb, ne ap, téged, érten, ez mint amit most elmondtál. És aztán ezzel így el voltunk, vagy valami, tudod, hogy ezek, tehát nekem így másképp alakult ki a kapcsolat. Apámékkal ugye az, hogy minden nap úgy együtt reggeliztünk, vagy ami szintén kialakult egy kapcsolat, és aztán amikor meghaltak, ugye, ha mondja van egy nagyon jó sebészfőorvos barátom, aki effektíven engem fölkészítette erre az időzelbe erre a halára, hogyha föl lehet készíteni Aha. valakit, érted ilyenre, vagy nem is tudom, hogy van-e ilyen, föl lehet -e készülni, de elmondta nekem, hogy mi fog történni, hogy fog történni, mint amikor én elmondom ő neki, hogy hogy kell egy paprikás krumplit csinálni Aha. egyébként, vagy valami. Tehát azt mondta, hogy ha, ha ilyet csinál, akkor azonnal hívjál, mert akkor bevisszük a kórházba, hogyha csak ha csak ezt csinálja, akkor maradhat otthon is, meg tud halni. Tudtuk, hogy körülbelül mikor fog izé, bekövetkezni a dolog, vagy valami. Az nagyon sokat jelent. Sokat segített nekem egyébként. Mm -hmm. A lényeg az, hogy egy hónapon belül meghalt mind a kettő, de ezt tudtam. Tehát ezzel tisztában voltam minden. És akkor eltelt, ugye ez januárban volt, az egyébként, fater december, a kejtesanyám januárban. És akkor jött a karácsony, az első karácsony, ahol, ahol hát valami eszméletlen szarul éreztem magam. Mm. Tudod? És nem tudtam ott november végén, december elején, hogy bármiről úgy beszélgettem, mindig el, meg, elkönnyeztem magamat, meg mindent, hogy volt. És, és aztán később rájöttem, hogy ezért van ez, és akkor minden meg volt a karácsony, és akkor ott volt ugye a feleségemnek az édesanyja, az édesapja, a nagymamája, a két testvére, azoknak a gyerekei, felesége. Kérlek szépen, én meg ott álltam egyedül, mint a lófasz a hideg Kérlek szépen, a lányom még kint volt Amerikában, akkor kint tanult. Hú, ez, ez vagy még valami még, még nehezebb és, és akkor kérlek szépen, ezért is akkor elmentek, és akkor Hédi látta, hogy nagyon és akkor mondtam neki, hogy hát, mondom, azt nem, hát mondom, egyedül voltam. Azt hát ez a te családod is, mondtam, Hédi ez a te családod, hogy ez nem az én családom, aranyosak vagytok, de ez akkor is a te családod, és akkor ugye megint egy okos csaj. Tehát, hogy hogy lehet a kapcsolatokat jobbá tenni, meg megmenteni, vagy, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak el a szituációkat, hogy aki kitaláltuk, hogy hogy, ízlét, hogy akkor ezentúl karácsonykor nem leszünk itthon. És 20 éve, a éven, legnagyobb ötlet. Érted, és 20 éven keresztül kérlek szépen minden 20 december 20-a környéken elmentünk, és januárban jöttünk haza, majd egy barátok révén mindjárt az első alkalommal rátaláltunk Blatken Kirchenbe egy olyan hotelra, ami fantasztikus volt egyébként, is, isteni konyha volt, mi minden tip -top volt a dolog, ott tartottam meg, ugye december 26-ai vagyok, ott tartottam meg mindig a születésnapomat, 26-án reggel, külön ottan egy ilyen részen el, szeparálva, és, 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 eszméletlen jól éreztük magunkat, és a maga a szállodai vezetés, a Frau Kosman, ugye, egy nagyon csinos, tudod, ez a strapakanca. Meg filmű, volt? Nem, 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 nem de, de, nagyon csinos, egy, és <laughs> Hát tudod, ez a, tudod, olyan, 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 Szent? minden megvolt, vagy vele. Igen igen, 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 és kérlek szépen, izért és, és aztán oda jártunk, ki mindig egyébként, és, és minden karácsonykor jön, lejött a plébános, és a, a, a szállodának a dolgozói gyerekei azok pedig ilyen, ilyen vallásos. Tehát, mint egy igazi karácsonyi estő. Nagyon, nagyon, nagyon nagyon ízés volt. És a közönség érdekes, ugye persze ezt csak később tudtuk meg, vagy alami jöttünk, vagy alakult ki, hogy 90%-ban ugyanaz volt. Tehát, ugyanazok jöttek. Tehát, már harmadik évben már mindenkinek tudtuk, hogy ki kicsoda vagy valami, és akkor. Tehát, abszolút izé volt. Volt egy ilyen 180-100 fős étterem, ami, 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 az elegáns rész volt egyébként. Oda nem mehettél le farmerba például, vagy valami, tehát kis volt írva, valami. Gyerek csak akkor mehetett le, hogyha végig tudta ülni a vacsorát. Különben volt külön gyerekes étterem, meg volt külön a, a, a joggingosoknak is étterem egyébként. Rendben. És ez nagyon, de ez normális volt egyébként, nem semmi gond, és akkor, és akkor oda jártunk ki, vagy valami, és akkor ez így oldódott, meg így oldódott, meg ez a feszültség egyébként, vagy valami. És ez egy jó dolog volt egyébként, úgyhogy... Köszönöm. Na, ennyi. Ennyi. Végül még kiderült, hogy ugye egy helyről valók vagyunk. És nyilvas ugye? vagy te is, meg én Én nem, én, én bak 10... vagyok. Az már bak a 26? 26, az bak. már bak. Bak az mikor? 22-től, vagy 21-től valahogy így. Hát, akkor az nem derült ki. Nem, nem. De az, hogy decemberiek vagyunk. Béle se itt, bak De itt áll, nem, nem, nem tudom, hogy csinálod. Nem, 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 én megittam.